Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, 11 perccel, és újra itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Drága hallgató! Megnyomtam valamit, amiről nem tudom, hogy mi, de nem történt semmi. Semmi komoly változás. Gondoltam, eddig az nem égett, most kinyomom, de igen, mindegy, igazán. Semmit nem csinál, füst és tűzjelzünk, úgyhogy olyan nagy baj nem lehet. Nagy történet nem lehet, igen. Na, melegebb van, mint tegnap, nem tudom, éreztétek-e? Tegnap ilyen mínusz egy, nulla, plusz egy, most már ilyen 4-5. Tehát tegnap prognosztizáltál egy 20 fokot a hétvégére, úgyhogy most már elindultunk abba az irányba, és hogy hallgattam a híreket, ma az Ákosunk is ugye úgy döntött, hogy nem a depressziósabb oldalát fogja megmutatni, és a pessimista meteorológus, hanem inkább az optimistát. Így érezte. Direkt odafigyeltem rá, hogy ugye tegnap panaszkodtak a hallgatóink, vagy legalábbis egy részük, hogy Ákos nem elég optimista a jövőt tekintve, ma optimistának tűnt. Ahogy érezted a hangjában? Igen, éreztem, hogy biztat. Nem elvesz, hanem ad. Nem elvesz, hanem ad. Adott? Mondta, hogy jó idő lesz? De igen, éreztem rajta. Hogy ő is bizakodó a hétvégét tekintve. Úgyhogy szerintem minden rendben lesz. Persze, jó lesz az. Majd a Ferivel pont beszélgettük, hogy ugye jön az a hétvége, amikor az emberen nagyon kevés kell ahhoz, hogy bűnözzön, és hogy nagyon nehéz megállni azt, hogy ne falj majd két pofára. Én a biosonkát, ti pedig az eredetit. De hát azért ez nem, már passzus már. Mekkorát nyert. De egyébként jöttem befelé, és megláttam itt ezt a kirakott kis pakkot. Egy nyilván engem majd a vastakolbász kevésbé érdekel belőle, de hogy a zöldség is olyan szépek. Valaki Anna valószínűleg olyan szépen felvágta szeletekbe, hogy így az emberek így azért beindultak. Így bejössz, és azt tudod mondani, hogy de szép retek. Igen, van az asztalon reggeli. Tényleg? Úgy nem láttam. Beleolvadt egy rám, hogy farkas lakság. Úgy jöttem el, hogy ez a sok metil alkohol, amit lenyomtál. Pedig általában mindig egyből az asztalra nézek, hogy van-e valami. Az ott van. De nem úgy jöttem el az asztalra, hogy nem is emlékszem. Kicsi nem kolbászok, zöldségek, kenyerek, ilyesmi. Ez egészen jó hír. Ma reggelre nézve. Igen, hát jön a húsvét, ráadásul nálunk kedden nevelésmentes nap van. Úgyhogy egy laza 4 napos szünetet kaptunk. Aznap nem bántjátok a gyereket. Aznap nem neveljük a gyereket, nem bántjuk. Mondtam, hogy hívtak tegnap, hogy meg tudjuk-e oldani. Hát mondom, aranyom, meg tudjuk oldani. De aranyom, életem. Köszönjük a hívást, meg tudjuk oldani, de még 3 nap után még egy napot, tudod. Hát azért, szóval így, akkor még így a keddet is megkaptuk. Nálunk egész héten van gyerek. Egész héten? Az. Én tegnap 2 hetet mondtam, de aztán kiderült, hogy kamusztam, vagy a gyerek kamuzott első körbe, de csak másfél hét. Azért a kettő a soknak tűn. Igen, de azért a másfél hét sem gyenge. Most csütörtöktől kilövítek, és jövő hétvégig szabad. Na, hát akkor azért... Vagy a fenébe oldják meg azok a szülők, akik dolgoznak, és ahol nincs nagyma. Ha nincs nagy, akkor... Hogy oldod meg? Úgy, hogy nem mész nyáron szerintem szabadságra. Tehát ilyenkor váltva veszik ki a szülők. Nincs is, amit 6 fokos márciusban elmész szabadságra. Nagyon durva, 11 fokos áprilisban azért. Még a Balaton. Kör a Margit szigeten, tudod? Szóval, hogy azért így a feleset, ugye nem mindenkinek van nagymamája. Így van, és ráadásul ilyenkor úgy van, hogy mondjuk csak anya megy szabadságra, mert apa dolgozik, mert apa ugye mondjuk a téli szünetet vette ki, vagy nem tudom, az őszit. Szóval, nagyon kemény. Igen. Hát minden nálunk is. Megoldjuk, nem azt, csak úgy gondolkoztam, hogy ez most még rövid, de hát majd amikor jön a suli szünet, és még az ember dolgozik, akkor azért az úgy szakkörözés, hogy akkor nagyszülők ide-oda, ilyen program, olyan program visszaed, ugye, de hát nem mindenki. És jó, van, nem mindenki ennek ez a adott a lehetőség. Van már ugye a gyereknek az életében egy olyan korszak, amikor már az a nagyszülők inkább menekülnek sem, mint telefonálgatnak, hogy meg nem hoztátok át már megint, most megint náluk volt a helyet, hogy nálunk lett volna, egy idő után ez átfordul, és nem legyen inkább most náluk, mi már vigyáztunk rá. Most igen, már megvan a lepatintás. Köszi szépen. Igen, a gyerek leszedi a csillárt, meg nem tudom, lóga, nem tudom, én akkor már azért, hogy megvolt. Igen. Na mi volt a visszhangja a tegnapi kis exces beszélgetésnek? Semmi? Nem csörgött még rád utána, hogy mi akartuk kérdezni, hogy hol van a vízforralónk? Egyrészt a vízforraló hol van? Állt a küldik. Nem az volt, hogy a bocsi áthozza? Nincs náluk a nyeremény. Tehát ugyanúgy van, ahogy nem mi SMS-eztünk, nincs nálunk, hanem napok, mire oda beér, és akkor ők postázzák, mire megkapják, tehát mire eljut a szponzorhoz, a szponzor elküldi, tehát hogy... Hát ne bízza. Hogy az legyen, hogy ez eltűnjön, gyerekek, ez a vízforraló. Nem bízza már a kis zöld dobozosra, inkább menjen el a nagy fekete verdájával, azt hozzá. Hogy tényleg ennyit nem tud megtenni, hogy elmegy a gyártóhoz, vagy a szponzorhoz, fölveszi. De még beszéltünk, meg SMS-eztünk tegnap, elhozza, csak hát egy pár nap, mire az átfut ez a tűzpiros
literes vízforraló, de arra gondoltam, hogy ha nem kapjuk meg egy pár napon belül, akkor megtesszük a következő lépést, hogy kapjuk meg ezt a vízforralót. Hát meg mindenkiről beszélnek a szponzorral, hogy kicsit nagyobb, kicsit több. Igen. Hát, hogy... Ahogy csúszik, annál nagyobbat kell adni. Van, én ismerem a márkát, van nekik még. Na, tehát tessék. Van még egy-két dolog, amire itt szükség lehet. Meg hát náluk is ugye nagyon könnyöregek vannak, tehát hogy amiben mondjuk 10 van egyszer, nem kell azt, hogy csomagolni. Igen, ugye hát ha valaki nem hallotta, tegnap átcsörögtünk a Music FM-be, mert ugye kiderült, hogy Feri Exa dobta ki Feri diploma munkáját, ugye? Már megmutatjuk az ismétlésben egyébként ezt a részt. Csak kérdezem, hogy volt-e valami, hogy szépen rád érte még 11 órakor, hogy jaj, tök ki olyan cuki voltál, vagy mit tudom. Igen, könnyes szemmel hívott föl, hogy tök ki, olyan cuki, vagy tök ki ott a másik oldalon, tök ki, vagy volt-e valami? Hazaértél és bőröndöket találtál az ajtó előtt, hogy egy centivel, hogy tök ki. Töki. Túltoltad a mai adást, töki, úgyhogy akkor mennyi vissza tökizni. Hát hála Istennek, én jól választottam párt, tehát nem ilyen típusú, viszont gyerekek, ami nagyon döbbenetes, hogy 10 után ugye beszéltem a Judittal, aki mondta, hogy ahogy elkezdtük a témát, SMS-ek százai, ezrei. Hogy? De nem ám, hogy csak így, hogy hallgatod az adást. Jó indulatú, és azt mondta, hogy figyelj, tényleg úgy visszahívtam volna az összeset, hogy igen, hallgatom, és mi a baj? Uh-huh. Igen. Hiszen velem él, tudom, hogy ki a vica, tudom, hogy vele élt, beszél, jóba is vagyunk, tehát nincs semmi gond. Igen, tudom, ez egy rádió műsor. És nem igen. Az, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a párod a volt párjával beszélget egy rádió adásban, nem ez volt, csak ennyi ez a hallgatod a műsort? Te figyelj, és ilyen, a jó indulat százzal tudtál jön. Te erről? Aha, igen, mi azt szoktunk beszélgetni, így az elmúlt 10 évben is egyszer-kétszer előfordult, hogy... Te tudod ki ez a vica? Érted? Ilyenek jöttek. Igen, ezen nem akarok szólni, de azért szólok. Igen. Én nem akarok rosszat, de azért csak tudod. Én nem akarom beleártani magam a dolgotokba, de jó, ha tudod, van ez a típusú. Ha véletlenül nem hallgatnám hát, most. Igen. De ha nem hall, én nem ártom bele magam semmi közöm hozzá. Miközön nekem ez az egész? Akkor mériz. Úgyhogy ilyenek voltak, és átbeszéltük mindent, és már találtam a albérletet. megkaptad a kis csomagodat, és megtaláltad az albérletet. Na, ha már ennyi beszéltünk erről, akkor mutassuk meg, hogy mi történt velünk tegnap egy kicsit hosszabban, mert ugye maga az anyag is hosszú volt, ugye hát onnan indítottuk, hogy Feri megtalálta a diplomamunkáját, és rájöttünk, hogy Bella Gabi a Music FM-es hírolvasó Feri exe, és tegnap 9 óra után azt gondoltuk, hogy hát az egyik rádióban az egyik exe. Az egyik rádióban, ugye a Musicban az exe. Így. Valaki kérdezte, jó, Tuszban is megvolt valaki. Hát, sorol, mindenkire rácsörünk. Nekem annyira tegnap megjött a kedvem az áttelefonáláshoz, hogy én már úgy jöttem, hogy gyerekek, bár csak minden reggel át tudnánk valahol telefonálni. Igen, de hogy a vevők lennének ránk, én minden nap áttelefonálnék valami reggeli műsorba, és nyernék mindenhol valamit. Játszunk! Csináljuk meg, hogy minden reggeli műsor végighívunk, és mindenhol játszunk egyet. És nem mondjuk, hogy valami műzikos vízforralónk, szeretnénk még máshol is nyerni. Egyébként ezt simán megcsináljuk. Átlátanak is írják a vidám reggeli műsor, tessék. Igen, de tényleg nézzük meg, hogy át tudunk-e még máshova is telefonálni. Szóval vidéki rádiók is szóba jöttek egyébként. Kapcsolódjuk össze vidéki rádiókkal. Ha most valaki hallgat, igen, valami ilyesmit, és tudja, hogy ott van mondjuk 7 óra 15-kor egy játék, az írja már meg a telefonszámot. Írjátok már meg, hogy melyik rádióban mikor játszanak. Igen. Tehát ez gyerekek, nincs olyan, hogy ne nyerjünk még ezen a héten egy másik reggeli műsorból egy bögrét, egy sisakot, sapkát, kalapot, szivart, mit tudom én. Simán oda telefonálunk. Vízforralót, hajvasalót, simán oda telefonálunk. Plusz bónusz, ha vélhetőleg azt gondoljátok, hogy valamelyik őket kipipálta már Feri. Igen. De akkor legalább valami jogalapok. És ők rátelefonálok, hogy hát, igen, hello baby, cucc, igen. Emlékszem még. Igen, na tényleg írjátok meg, hogy melyik rádióban mikor játszanak, jó? Ha őket hallgatjátok, se baj, csak akkor hallgassatok át ide egy kicsit, és küldjetek el az infót, tehát nem sértődj meg. Na, és tegnap átcsörögtünk a Musicba. Ez mindig nagyon érdekes dolog, amikor az egyik rádió felhívja a másikat, mert nem tudod, hogy adásba tesznek-e, nem tudod, hogy kapcsolnak-e, nem tudod, hogy a másik rádió engedi vagy nem engedi. Ugye nálunk nincs úgymond kontroll, mi tulajdonképpen ebből a szempontból bárkihez oda csöröghetünk, nincs ilyen, hogy nálunk nem lehet bemondani egy Music FM, vagy Juventus rádió, vagy Kossuth, ettől nem fogják azt az adót többen vagy kevesebben hallgatni. Vannak programigazgatók, akik azt gondolják, hogy már pedig ezen a csatornán más nevét nem mondjuk ki, csak a miénket. Nálunk ezt úgy gondolják, hogy ezzel nincs baj. És felhívtuk Bocsiékat, hogy adják nekünk Bella Gabit.
és hadd beszélgessünk vele, hogy hogy dobta ki Feri diplomamunkáját. Hát sikerült a nagy találkozás, mint az űrben, ugye, ahogy az oroszok és az amerikaiak találkoznak. Úgyhogy beszélgettünk egy kicsit velük, és hát Della Gabi nagyon helyesen elmondta, hogy tulajdonképpen hogy került a diplomamunka az utcára. Nagyon jó arc volt. Igen, rám is pirított kicsit, hogy mit kamuzok, hiszen ő hívott, mondom, az nem lehet, az nem én voltam. És közben belekeveredtünk egy játékba, amit kénytelenek voltunk elhozni. Volt. Mert hogy azért a versenyszellem bennünk is van, ha már játék van, akkor nincs jobb, mint egy másik rádió reggeli műsorában megnyerni valami ajándékot. Tényleg jól lenne egész héten ezt végig tolni. Ma mondjuk oda telefonok a Bartunk, hogy dallamok szárnyán tessék. Én most gondoltam, hogy még a Sláger FM-be átcsöröghetnénk, hogy gyerekek vannátok valami. Tehát, hogy hát ha adásba tesznek, nem tudom, mondom, ott már mi a polizik. Már Petőfi koncertjegy. Ja, tényleg. Na, szóval, hogy megmutatjuk, hogy történt a nagy találkozás, és mi történt, mikor tegnap felhívtuk a Music FM-et, aztán még jövünk vissza az ismétlés után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Volt egy exes témánk, ugye, amit te indítottál el, mert ugye megtalálták a te szakdolgozatodat, és a diploma munkádat valahol az utcán hever. Így van. Miért? Uh-huh. Most rossz volt a sztori, dobjak most egy százat. Nem. Hát nem, nem, akkor megragadtad a lehetőséget, hogy amit addig sokan rebesgettek, leginkább te, hogy van diplomád is. Megiratott diploma munkád valakivel. Igen. De nem is ez a lényeg, elmondtad, hogy az egyik exed egyszerűen, hát ezt hanyag módon kidobta az utcára valószínű, és egy nénye felhívott téged, hogy Ferenc, megtaláltuk, ugye? Hát igen, megtaláltuk a diplomunkádat az utcán heverni, szinte egy lomtalanításnál. Így van. És te tudod, hogy ez hol volt utoljára, sok-sok évvel ezelőtti exedről van szó. De megtudtuk, hogy egy másik rádiónál dolgozik. Igen. Jó nyomon vagyunk? Igen. Jó nyomon vagyunk. Egy másik rádiónál dolgozik. Mondjuk azon meglepődtünk, hogy István Danival jártál. Az exedet úgy hívják, hogy Bella Gabriel. Azt a kutya fáját. Jó, az informátor. Igen. Hogy a Bella Gabival járt? Hát, egész pontosan együtt éltünk. Együtt éltetek. 7 évig. Megpróbáljuk őket elérni. Megpróbáljuk. Adjatok egy Music FM központi számot. Rájuk csörgünk. Itt van. Na ki csörgünk. Oké, na jó. Ez az adás. 89-et. Music FM, tessék. Balázs Morning Show, hello. Balázs Morning Show. Elakadt a szava. Ne! Rebeka vagyok. Rebeka, hello Rebeka, figyelj Rebeka, örülök, hogy találkoztunk. Be tudnál kapcsolni a Gáborékhoz minket? Ezt most nem tudom. Uh-huh. Mi? Akkor én játszanék. Én meg a Vadonyani vagyok. Mitől és függ? Várj, mitől ez függ? Ez most komoly? Ez halál komoly, aha. Ez most náluk szól adásban? Igen. Uh-huh. Jó szó. Halló! Jó barátod, Gábor. Hello! Nagy tapsod neki. Hello! Várjál, nyomok egy tapsot neked. Hello, Gábor! Ciao! Erősebb a tapsuk, figyeled? Mint... Nagyon komoly tapsunk van, de én ezt... Igen. Mint a régi szép időkben, amikor összekapcsolódtunk, ugye? Sok-sok évvel ezelőtt. De nekem azt mondta valaki, hogy játszani akart a játékomban. Fogalmat sincs, hogy miről van szó, ugye? Vagy mi játszunk. Hát gondolom valami szellemi mélyrepülés, nem? Ez most sajnos Balázs mellé trafáltál. Ráadásul itt Nikolett az előbb elvérzett a kérdésen, tehát ez egy húsvéti játék, igen. Húsvét, már húsvéti játékot játszotok? Hát az nagyon jó. Mi a nyereménye? Langvörös színű, literes vízforraló. Amiért mi csörögtünk, annak aktualitása van egyébként. Nyilván hétvégén visszahallgattátok az archívot, hogy mivel foglalkoztunk, és... Balázs! Ez most nem komoly, ugye? Látom a témáitokat, hogy elég sűrűn feljöttök a honlapunkra. Balázs, itt látlak, amikor dobod be a pendrive-okat a postaládán, hogy ezt csináltok, hallgass meg, bocsi! Hogy...
Szóval a hétvégén beszélgettünk arról, hogy Feri megtalálta az ő diplomamunkáját, illetve pontosabban fölhívta egy nagyon helyes idős néni, hogy megtalálta Ferenc diplomamunkáját az utcán heverve. Próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett, és ugye kiderült, hogy hát valószínű, hogy ezt kidobta az exe. De mi ezt itt még nem sejtettük, hogy ez a dolog folytatódik, majd János, ami pénteken az adás után kicsit elkezdtünk beszélgetni, hogy járjunk ennek utána, és nagy dolgokra jöttünk rá, amit mi tényleg nem tudtunk. Bizony. A Bella Gabira célzó, fogadjunk. A Bella Gabira célzó, igen, kiderült, hogy a Rákóczinak az exe. Bocsáss meg, Balázs, hogy félbeszakítok, de egyébként én is akarom, most már tényleg hadd tegyem fel a kérdést, de a Rákóczi milyen szerető volt? Isteni. Nem lapított agyon a súlyával? Nem mindig ő volt fölül, tudod, igen, Gábor? Igen, vannak más pózok is, mint amit te ismersz. Gabi? Hogy te mindig szeret felül lenni, ez volt, ugye? Mindig szeretek, de ezzel mentetted meg a saját életedet. Néhány esetben szeretem. Milyen érzés most vele beszélgetni? Ott van a vonalban. Mi jóban vagyunk. Jóban vagy. Találkoztok, és nem bizsereg még néha valami? Nem találkozunk, néha szoktunk beszélgetni telefon. Nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára. Újra érzed a füstölt szalonna szagot? Legalább te legyél velem, segíts nekünk ezt megmondani, vagy elmondani, hogy egyrészt mi volt Feri Bece neve? Hogy hívtátok egymást? Vagy töki, most töki, töki. Bocsánat, nem hallottam. Töki! Jaj, de cuki, töki! Töki. Nem véletlenül. Kicsi, töki. Nem kicsi. De miért a lap volt? Fel kéne pörgetni a dolgot, mert még a játékunkat be kell fejezni, és nekünk hírek jönnek. Nem tudom, hogy nálatok mi lett. Gyorsan tedd fel a lényegre törő kérdésedet, ha van egyáltalán. Hogy került az utcára, Közgabi? Hogy került az utcára Rákóczinak a diplomamunkája, Gabi? Hát ez tök egyszerű. 2004-ben elköltözött tőlem, és ott felejtette a papírjait. Meg kidobtad most. De miért kiraktad az utcára egy lomtalanításnál? Nem ez történt, hanem az történt, hogy néhány éve felújítottunk, akkor mindenki került a garázsba, és akkor én most decemberben vagy novemberben fel is hívtam a Ferit, hogy el fogok költözni, és a garázsban van az összes tudtam. És hogyha valami hiányzik az életéből esetleg, ami az elmúlt 12 évben eddig még nem tudatosult, akkor legyen a kedves, jöjjön ki, és akkor válogassa ki, ami kell neki, mert hogy én nekem nem lesz időm arra, hogy én mindent szelektáljak, hanem mindent, ami ugyanis az összes exemtől származik, az kimegy az utcára. Az összes exemben az enyémet is együtt tartottam, nem? Azért, hogy játékban is maradjunk, tehát gyorsan a húsvét időpontját 1925-ben állapították meg. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot. B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot. Az év 13. vasárnapját. Az utáni első holtöltét következő vasárnapra tenném a dolgot. Tehát a napi egyenlőség utáni első holtölte, nem. Szerintem. Mi? De. Nem haragszatok! Jézusom! Bocs, gyerekek! Köszönjük szépen! Kösz a vízforralót! Most le kell tenni, most nem tudjuk ezt megbeszélni, mennetek kell? Ennyi? Hát nem, hírek vannak, vagy hallgatok meg a Gabi híreit, és nem tudom. Jó. Akkor mennetek el. Hát akkor menjetek, nem zavarunk bele a menetbe, jól van? Nem tudtam választani a kérdésetekre, mindenki megnyugodott? Megnyugodtunk, Gabi, drágák vagytok. Menjetek, siessetek. Így van. Nálunk kötetlenebb a dolog. Puszi, szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok, ciao. Ciao. Nem örültek. Gyerekek, hova rohantak ennyire a bocsiék? Hát olyan volt, mint a menekülnének előlünk. Miért menekültek ennyire? Elszoktak már az improvizálástól. Miért te féltek, hogy nem akartuk őket bedarálni? Annyira rohantak, nem? Én úgy dumáltam volna. Hát ritkán tudunk összebeszélni. Lehet, hogy a programigazgató már bent integetett. Ne. Véget, az már végenek van. Igen. Hát most nézem őket a webkamerán, marhán nem mondanak híreket, beszélgetnek tovább. Bennünket akartak bennünket akartak lerázni. This is... Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Szóval így lett meg a vízforraló. És így lett országos frekvenciája a Music FM. Igen. Ha pár nap alatt nem kapjuk meg, akkor intézkedünk. Jó, akkor nem, akkor oda megyünk. Igen. Akkor oda megyünk és elhozzuk az övéke. Igen, valamit adjanak, én szeretném a vízforralót. Na, azt nézem, hogy reggel már ide valaki, rendőrök figyelnek Kapuvár felől a 85-ös úton, Fertőszer Miklós felé, ezt Levi küldte nekünk. Srácok, csináljátok még ilyen összekapcsolódást a bocsékkal, tök izgi, ez Zoli küldte nekünk. Igen, ezeket elmondtuk, mi is nagyon szeretjük, rajtunk nem rajtunk múlik. Tehát, hogy hozzá... Így van, meg csütörtökön hiányzik egy rovat. Most a troll percek helyett, szerintem lehet bocsi percek. Be is csöröket bocsis bárki. Percek. Velünk is össze lehet kapcsolódni egyébként, egészen nyugodtan.
írjátok meg más reggeli műsoroknak, vidéki rádióknak, hogy hívjanak fel bennünket. Persze, csörögjünk. Nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel, nagyon nyitottak vagyunk. Tehát, hogy mi ezt abszolút. Kiváló játékaink vannak, hogy nyeremények. Mi akarunk nyerni ott? Illetve szeretnénk az összes rádiót lerabolni, tehát elindulni egy Music FM-es vízforralóval, és utána mindenhol. Mindenhol nyerni legalább. Legalább valami hasonlót. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0? 1-0. Hetiben pedig 8-2. 8-2 a hetünk. Igen. Jó, hát azt most nem mondogassuk, mert... Csak így egyszer mondtam. Nem jelentkeznek akkor, de... De hát aki akkor játszana velünk, akkor írjon SMS-t. Jó, a hét még abszolút nyerhető a részletekről, úgyhogy semmi nincs még bukva. Ha játszanátok, akkor Ákos hírei alatt jelezzétek ezt nekünk SMS formájában, hogy játszanátok egy jó kis fekete-fehér igen-nemet. Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva, 7 óra. Ajjajajajaj. Na. Ajjajajajaj. Csak énekeltem a dalt. Ja. Kettőnek már sok. Egynek jó, kettőnek már sok. Emeltesen a 40-es kilométernél kicsi kutya sétál a leállásába, mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. Aztán Szolnoknál nincs semmi, ez nem tudom mire jó, de köszi. Budakeszin a mozdonynál nézik a tilosba járókat. És kijött az új iPhone szoftver frissítés, amiben benne van a képernyő színének automatikus lágyulása. Naplementekor helymeghatározás alapján nézi, mikor megy le a nap, hogy az agyunk felkészüljön az alvásra. És melegebb színeket kezd el használni a kijelzőn, írja egy hallgató. Én ezt nem tudtam, olvastátok? Igen, akkor már nekünk is van ilyen kis. Nektek van. Nekünk is, hogy frissítés letöltöd, akkor nekem is van már. Hát csak ezeket kapcsolgatni kell. Ja. Nem kell semmit kapcsolgatnom, csak mondom. Magától érzékeli? Persze. Nagyon jó. Egyébként a számítógépen is fel van, és én attól féltem, hogy nem fogok tudni hozzászokni, de gyakorlatilag egy nap alatt hozzászokik az ember. Hogyha akarom, kikapcsolom, hogyha meg akarom, bekapcsolom egyetlen mozdulattal, és tényleg lágyítja a színeket. Menő. Én most a 9x3-at használom, abban már benne van ez? Fogalmam nincs, én nem merek frissíteni. Nem merek régebbi van. És azt mondják, hogy ha erre ráfrissítesz, akkor megáll a rendszer. Hát mennyire régi 8x5-ös, vagy ilyen 7x4-es, vagy mi? Nem, ott még 1P-vel írték az aprót. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. Jó, reméljük bátor, reméljük nagyon elszánt, reméljük jó játszik. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ó, de jó hangod van. Hello, Vera! Hello, jó reggelt mindenkinek! Hello, honnan hívtál minket, Vera? Budapestről. Budapestről. Egész pontosan a konyhából, igen. A konyhából. Kivel játszanál, Vera? Szerivel játszanék. Jó, de örülök. Úgy döntöttem, igen. Nagyon jó. És játékod? És egy fekete fehér igen nem. Igen, és egy fekete fehér igen nem. Jani, indítsd el az órát. 3, 2, 1, fire! Marketinges vagy, Vera? Így dolgozom, valóban. Mit bár egy, igazából mondjuk úgy, hogy a közvetlen értékesítésnek én a csapatában nem olyan szerepet... Itt a vége! Ilyen bonyolult mondatba keverni magam, hát nem is értem. Vagy azt mondani, hogy más csinálok az árusítás helye. Feri, most más lesz a téma, és akkor erre kellett volna. Igen. Olyan szél, a nem szót kerülgetted egy közel fél percen keresztül, majd belefogtad. Hogyha még további fél percen keresztül kerülgettem volna, akkor van ajándék. Pedig volt egy ilyen kis erotikus beütése is ennek a beszélgetésnek. Egy bugonéi hang, és akkor itt nagyokat kuncok, nevet a konyhába. Már hátralőtte megint valaki a Feri múltjából. Kezdtél örülni, hogy végre újabb szaftos sztori. De aztán ez rövid. Rákészültünk, és aztán kiderült, hogy ez egy rövid játék. Igen. Hát sajnálom, gondoltam volna, megmondom őszintén, hogy ilyen hamar sikerül elrontanom. Köntösbe vagy? Úristen, ti láttok? Igen. Tehát valamiért az az érzésem, hogy köntösbe vagy. Igen, szóval akkor örültem. Most már kimondhatod?
Köntös? Igen, köntösben, és készítem a mai ebédre valót, úgyhogy... Már reggára, mert hétkor ebédet csinálsz. Hát, viszi be. Így van. Szorgos asszony. Hát igen, majd annak is eljön az ideje. Attól még egy kicsit távolabb vagyunk. És mi lesz a menü, mit csinálsz? Pizzát fogok készíteni, és erre szerettem volna terelni a szót. Jó pizza, egy jó mélyütött pizza. Igen. Brutál, hogy 180 főre tudod bedobni egy mélyütött pizzát. Hát, megértem, hogy most nekiállsz. Igazi? Nem készítek, nem eszünk ilyen mélyütött pizzát. Nem eszünk. Pont ez a lényeg, hogy... A több eszem mit jelent? Tehát, hogy nem eszem. A párom és én. Jó van, gyerek. Akkor tudjuk, sietünk. Onnan fúj a szél. Na, mennünk kell akkor. Ennyi. Várom. Na, kezdheted volna ezzel. Ezt is mondhatod volna. Na, puszi. Köszönjük. Ciao. Hello. Kis huncut. Édesem, köntösben pizzát csinál már ilyen reggel. Ilyen jó hanggal. És beliszteznél a konyhaasztalt. Azt a minőségét neki. Én leolvasztanám a hűtőt, kimosnám a függönyt, lepunkáloznám a sarkokat, kicserélnéd a csaptelepet, meghúznád imbuszkulcsal a csavarokat. Na, drága hallgatók, jövünk vissza nem sokára. Vendégeink is lesznek. Két magashegyi búvár, akikről nemrégiben azt olvastuk, hogy február 21-én Chilében az Andok második legmagasabb pontján 6400 méter magasan 100 kg felszerelést felcipeltek, majd merültek. Kuriózumnak szást, ámit soha senki ilyet még nem csinált a világban. Két magyar azonban ezt is megugrotta, úgyhogy arra gondoltuk, hogy meghívjuk őket, és egy kicsit beszélgetünk a kalandról. Magashegyi búvár, az olyan, mint a mélységi hegy mászok. A mélységi hegy mászok, magashegyi búvár. Maria nárokból fölmászná. Így van. Úgyhogy velük folytatjuk majd Ákos híre után. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és írják a hallgatóink, hogy Tatán a Deák Ferenc utcában az építő parki busz megállóban éjjel beleszállt egy autó, a megálló teljesen összetört. Köszönjük. Szolnok előtt már valóban nincs nyoma a balesetnek, nincs már félpályás útlezárás, nincs királyabb, mint a reggeli voice porn, írja valaki. Jocó a halfutár. Ez volt a voice porn, amit hallottunk. Ahhoz a játék, nem? Tehát, hogy aerotikus hangú hallgatónkra gondol. Igen, nem? Ugye? Hogy ez a hang alapján tulajdonképpen. Mosonmagyaróváron a szerviznél trafi van a 150-es úton. Gábor küldte nekünk. Úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. És srácok, az ilyen kijelentésekkel, hogy meghúznál a csavarokat óvatosan, az NMH biztos hallgat titeket. Ó, gyerekek, megkülönböztetett figyelemmel hallgatnak bennünket, úgyhogy nem hogy hallgatnak, gyűjtenek bennünket. Az anyagokat is, úgyhogy hát reméljük, hogy meghúzzák a csavarokat, nem értik félre, de az hát is reméljük, nem értik félre. Egyébként reggel ott a sűrűk forgalmát két cégemre húztam egyébként a csavarokat, hát konkrétan most néztem meg Balázsnak a karfáit, hogy mennyire lötyögnek, mennyire mozognak, hogyha ez az MNH ezt is félreérti, akkor basszus. Az a baj, hogy látom a jelenlegi helyzetet, az MNH-nak félre kell érteni bizonyos mondatokat. Tehát az MNH csöndet is félreérti. Kicsit mindegy, hogy mit mondasz nekik, most mindent félre kell érteni. Miért hallgatnak? Sokat sejtető ez a csend. Biztos, hogy mondanának itt valamit. Igen. Hátrányosan befolyásolja a fiatalok fejlődését. Ez a nagy csend. Miért van csend az adásban? Nem ezért kapják a fizetésüket. Büntetés neki. Ugye? Szóval hát nem lehet tudni, de reméljük, hogy meghallgatják az egész beszélgetést, hogy Jani, miért húzza meg a konyhában a csavarokat? Nem valami fura aberráció. Milyen házias vagyok, ne arra ugyatok. Igen, nincs benne semmiféle aberráció. Balassa gyarmaton nincs semmi. Hát azért, na, ez nyilván... Hát azért ne váltsuk meg azokat, akik ott laknak. Jó volt ez a Neoton Familiére egy hallgató. Köszönjük szépen. Ami az időjárást illeti, gyerekek, nem vicceltek. Tényleg jön a húsvét. Bár nem az időjárástól függetlenül jön a húsvét. Fura. De lesz. Viszont ne. Mi történt? De. Ne. Mi nem? Na. Frissítettem. Sok vagy kevés? Szakadó esőt látok. Ne már! Bejelzett a telefonom. Igen? Igen. 4 fokot? De, most van 4 fok. Ja, most van 4 fok. Olyan érdekes ez a telefonod. Te hogy használod a telefonod? De komolyan mondom. Nekem erre nincs szükségem. Én meghallgatom a tyúkokat reggel. 4 fokot. Ha ilyen van, akkor esik. Ez a jelenlegi időjárás mutatja nagybetűvel, de alatta kicsi szerda csütörtök. Meg tudod nézni a napokat előre. Tök érdekes. Mi az, hogy hétfő szakadó eső nem az volt, hogy 20 fok tavasz, és hogy felmelegedés csütörtöktől? Hát de. Ráadásul az OMS-nek omlapja még nem mutatja ezt. Nem mutatja? Lehet, hogy a tiéd jó.
Hát lehet, hogy itt már okosodás van. Mindegy. Az OMS-nek. Szóval pont elkezdtem mondani, hogy mindenki örüljön, mert a hosszú hétvégére jó idő lesz, szép lesz a húsvét, és tud menni mindenki. Mindenki locsókodni, berúgni aztán. Fél tíz magasában úgyse fog senki semmit érezni a csapadékból. az is igaz. Aki jól locsol. Na, megjöttek hozzánk vendégeink, és már előre mondhatni, hogy szerintem érdekes beszélgetés lesz, már nem akarok így prejudikálni, hogy szokták volt mondani. Jelentsen ez a szó bármit is, tegnap valahol olvastam, nem tudom, hogy ide illik. Mi az Isten lehet? Prejudikálni, hát az nehogy ebből is aztán baj legyen, hogy férfiak prejudikálnak ebben a műsoron. Szóval, hát igen, magashegyi búvárkodásról beszélgetünk egy kicsit. Ez már önmagában laikusoknak akár ellentmondás is jelenthet. Vendégeink itt vannak, Tosoki Ernő és Nagy Patrícia, Ernő párja. Jó reggelt kívánunk, sziasztok, ciao. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello, jó reggelt. Akkor egy valaki búvárkodik, egy valaki kísér, ez a leosztás, jól érzem. Nem, ugye? Egy valaki aggódik a parton. Igen. Hiába, gyerek föl, gyerek. Hol vagy már, Ernő? Hol vagy nem is, te nem? Ez már nem vicces. Ez biztonsági igen. Szempontok miatt van így, vagy te félsz a víztől? Hát ez egy kicsit mindenkettő. Félek is a vízről, nem szeretek itt búvárkodni, és mély vízbe menni, meg így féltem is. Erre vonatkozólag ugye van egy mondás a búvároknál, amikor a párod elkezd búvárkodni, azt mondjuk, hogy dupla költség fele élvezet. Ha jön anya is. Igen. Anya maradjon a parton. De nem szereted a búvárkodást. Ehhez képest azért, hát a magas egy búvárkodás, ugye? Ha még azt mondod, hogy a hegyeket is utálod, akkor kifejezni nem szeretnek, mert akkor egy gyűlölöm a hegyet, a magasságot, a napsütést, az UV, az iskolája, de hát menni kell, mert Ernő megy. Igazán odaadó barátnő vagy, azt kell, hogy hát azt igen, kell, mindent megteszek a jó kapcsolatén valóban. Na, mit jelent pontosan a magas egy búvárkodás? Hát aki esetleg nem olvasta veletek készült cikkeket a napokban, az nem biztos, hogy ezt így össze tudja tenni, mert ugye a kettőben azért lehet némi ellentmondás. Ernő? Hát van benne némi ellentmondás valóban, ugye az egyik típus az fölfelé indul, a másik meg alapvetően lefelé, de össze lehet azért ezt egyeztetni. Vele kitaláljuk a magas egy fölfelé. Igen. Nagyjából ez a búvár, ez jó, a túrázó. Tehát össze lehet azért egyeztetni, miként a példa is ezt mutatja, és vannak is, akik ezt megpróbálják, foglalkoznak ezzel. Nagyon kevesen jelenleg a világon, de van néhány ilyen elvetemült, aki megpróbálkozik ezzel. A nagyon kevesen azt olvasom, hogy ez tényleg ilyen pár ember, tehát valójában tényleg nagyon kevesen. Igen. De akkor mi az oka? Tehát miért nem csinálják? Ide jelentkeztek a legkevesebben a másoddiplomás képzés. Hát én azt gondolom, hogy az összetettsége az, ami talán elretten sokakat egyfelől. Nagyon keveset is tudunk erről a dologról, tehát nyilván van azért benne egy nagyfokú bizonytalanság. Valószínűleg a költségvonzata is viszonylag magas, hiszen hát azért két sportot kell tulajdonképpen finanszírozni. És hát mivel keveset hallani is róla, éppen valószínűleg ezeknek az okoknak a nyomán, ezért nem is igazán van benne a köztudatban, hogy létezik egyáltalán valami ilyesmi. Pedig teszem hozzá, egy nagyon régóta létező tevékenységről van szó, mert 1967 óta már azért létezik ez a dolog. Most aki búvárkodik, vagy valamikor volt rajta egy darab búvár palack és felszerelés, az tudja, hogy rohadt dolog 10 métert is lesétálni, amíg be tudsz csobbanni a vízbe, ha ugye nem hajóról merülsz. Tehát az maga a kifejezett életundorral ér fel, amikor valahol leraknak, csak akkor szépen, hogy becaplatsz ugye a tengerbe, majd beesel palackkal, békatalpa. Ti pedig ugye, ahogy olvasom, Chilében az Andok második legmagasabb pontján döntetetek úgy, hogy csobbantok egyet, vagy hát csobbansz egyet, amit azt gondolom nem úgy néz ki, hogy az ember a helikopter lerakja a tó mellett, merül egyet, majd utána felszáll a helikopterre. Nem így néz ki valóban, helikopter nem nagyon megy már fel ilyen magasságra. Visszatérve az előbb említett egy palackhoz, itt két palack van rajtad, plusz egy kellemes ólomöv, egy olyan 10-15 kiló súlya, nyilván ez attól függ, hogy éppen melyik szakaszában vagy a túrának, vagy a hegynek, és hát nyilván viszed magaddal a hegymászó felszerelésedet. És itt jön elő Patrícia Ingen szerepe. Igen, érthető, hogy akkor miért is, az embernek miért vannak jó egy párkapcsolat. Serpái, ugye, akkor ez tökéletes. Na, de itt 6000 méteres vagy 6400 méteres magasságról beszélünk. Hogy kerül oda a cucc? Fölvisszük. De hogy viszitek föl? Hát ezek palackok, ólomövek, hát az ember 6400 méter magasságban a hegymászók is csak a saját minimális cuccoktól is baromira szenvednek. Fogtok két palackot, fölrakjátok a vállatokra, vagy Patrícia várja, és fölsétáltok vele a hegyre? Így van. Tényleg? Így van, tényleg. Ha esetleg láttál képeket a valamelyik cikkben, akkor ott azért pont jól van szemléltetve, hogy két palack lóg a, szerintem a legtöbb képen ugye az én oldalamon,
és az ólomövet azt legtöbbször Pati vitte, úgyhogy az ő derekára volt kötve, és akkor szépen emellett meg elosztogatjuk a többi felmaradó felszerelést. Hát ugye ezt mondjuk azt, hogy normál esetben, vagy aki ezt egy kicsit jobban megszervezi, az azért 8-10 embert visz magával. Ahhoz, jó, hány kilós, akkor nézzük konkrétan, hány kilós felszerelést cipeltek föl 6400 méter magasra? Körülbelül az összfelszerelés, az mennyi? Hát 100 kiló biztos, hogy nyilván. Ne! Nem tudsz menni. Ne! De nem tudsz elérni, tehát nem tudsz vele, 50 kilóval a 6400 méter magas, hogy sétálsz? Meg kell oldanod, mert nem viszi fel helyetted senki. Illetve ott van Patricia. Igen, ott van Patricia, de ő viszi az ólomövet, mert azt legalább nem tudja eltörni. Kiváló adottságai vannak Patriciának, gyerekek, hát annyira bírja ez a nő, hogy egyszerűen. Jövő héten költözünk, de nézz rá! Tehát ketten felcipeltek 6400 méter magasra 100 kilót. Így van. Milyen körülmények vannak a hegyen? De elképesztő extrém dolgokat olvas az ember, éjszaka, nappal, tudjátok ezt vázolni nekünk laikusoknak, hogy körülbelül mivel találkozik az ember az Andokban, mondjuk éjszaka és nappal. Hát talán, ha azt mondom neked, hogy a NASA azért jár oda, mert ez a környezet az, ami leginkább hasonlít a marsi környezethez, akkor azt gondolom, hogy elég sokat ezzel árul erről. Tulajdonképpen rettenetesen alacsony a páratartalom, 2% alatti. Ezt tudni kell, hogy mondjuk az átlag sivatagban, mondjuk egy Szaharában olyan 20-30%-os a páratartalom, rettenetesen magas az UV-sugárzás, rettenetesen magas a napi hőingadozás. Az mit jelent? Nappal egy 40-45 fok körül, éjszaka -10-20. Jó, vidám helyen. Jó, támad merülni egy. Igen. És ilyen túlzsúfolt, ott vannak a NASA sátra, ott vannak tósokék, ott meg egy láma. Egy 40-50 fokot azért ezt tud ugrálni egy nap alatt. Van, aki ezt jobban bírja, van, aki kevésbé nyilván. Te hogy bírtad? Ebben kicsit benne volt, hogy te nem. Mivel mi már nem először voltunk, ezért volt egy kis tapasztalat ezen a téren, megpróbáltunk készülni erre. Nagyon okos módszerrel egyébként, amikor hideg van kint, itt mit tudom, október környékén elkezd hűlni a levegő, akkor egy ilyen nagyon kis vékony kabátkába, ingbe próbálok járni kint az utcán. Palackkal a hátadon, mert ezért a szomszéd akkor szeretik, még amikor nem. Így októberben nézzétek gyerekek, az Ernő megint mit csinál. Itt hangon egy orsogatjába három palackkal a hátadon. Ez nem a te palackod itt a lépcsőházban? Tedd már meg létsz, hogy arrébb rakod, mert nem férünk el a babakocsival. Lépcsőházban volt egy ilyen palack, mert kellett arra is készülni, és hogy az ember cipelje a terhet, és arra mondjuk egy jó levegőtlen lépcsőház az milyen jó is tud lenni, egy ilyen 9 emelettel ott föl lesz szaladgálni, tehát ott volt palack. És amikor meg az ember beül egy jó kellemesen fűtött meleg helyre, akkor meg fölvesz valami jó meleg pulóvert, és akkor... Na, azt tudjuk, hogy az oxigén kevés, nem akarok nagyon bulváros lenni, de itt az ember olyanokat olvas, hogy állandó köhögési inger, ami izomszakadással is járhat. Ez a páratartalomnak köszönhető, hogy effektíven nincs levegőd, állandóan rád jön egy köhögés? Van egy ilyen jelenség, úgy hívják, hogy kumbu köhögés, ez ugye az Everest környékéről származik. Uh-huh. Ezt Feridén is hallottuk, amíg dohányzott ezt a kumbu köhögést. Igen, nagyon csúnyai. Holnap leteszem a rohadt élet. Sosem mondtam, csak egyszer. Mondjuk annyiban különbözik, hogy ott azért általában az ember meg tud könnyebbülni, vagy fel tud valami szakadni, itt nincs ilyen. Ez igazából csak egy nagyon erős inger, amit ez a nagyon alacsony páratartalom és a hideg levegő együttese okoz. És annyira erős ez az inger, hogy ennek lehet esetleg szélsőséges körülmények között, vagy szélsőséges esetben az, hogy valamiféle izomszakadás vagy. Na de hát buvárkodni azért ugye egészséges tüdővel kell. Hát az ember úgy megy el, mire oda felérsz oxigénhiányos állapotban, 6400 méter magasra, 100 kilós cuccot felhozva, hát utána azért az ember szervezete nem feltétlen arra vágyik, hogy akkor most még irány a tóba. Ez így van, hát ott már egészséges tüdőről nem igazán beszélhetünk már, de nem csak a tüdő az, ami nem egészséges, hanem gyakorlatilag az egész szervezet olyan mértékben átalakul, hogy teljesen más szervezetről beszélhetünk, mint amik mondjuk itt a tengerszinten létezik. Nincs is semmilyen szakkönyv vagy irodalom, ami azt léri, hogy ilyenkor valójában mi történik az ember szervezetében? Tehát ti is úgy mentetek oda, hogy nagyjából nyilván az ember felméri, de merülés után lesz, ami lesz? Nem, hogy szakkönyv nincs, hanem igazából információk sincsenek. Aha. Tehát mondjuk olyan szervezeteknél, mint akár a NASA, vagy a valamelyik országnak a haditengerészete, nem igazán rendelkezik senki ilyesmivel. Tehát nem tudjuk. Akkor őket az erősen érdekli egy ilyen túra, nem ugrott oda hozzád egy ilyen NASA-s csávó, hogy közben még mérje meg ezt, mérje meg azt magán? Nem, őket egyébként egy kicsit más szempontból érdekli ez a dolog. Ők az asztrobiológiával foglalkoznak alapvetően, ami legalábbis a magas egy búvárkodást illeti. Ők az extrém életet kutatják ezekben a tavakban, ilyen nagy magasságban, és ehhez kell nekik alapvetően az, hogy ők ugye rendelkeznek bizonyos ismeretekkel erről a tevékenységről. És ti egyébként oda kutatni mentetek, vagy csak az, hogy meglegyen egyszer ez a merülés, amit 6400 méteren tudtok megtenni?
Hát mindenkettő volt egy kicsit. Te cipekedni, azt tudom. Igen, azt én nagyon szeretem. Engem csak az ólomövekről kérdezzetek. Mindenkettő volt azért a cél, mert kíváncsiak is voltunk arra, hogy mi van ott, de leginkább azt, hogy csináljunk olyasmit, ami még eddig még senkit. Uh-huh. Senki csinált. Senki nem tette ezt. Igen. Meg előttetek. Ez tulajdonképpen önmagában már a kettő az valahol egy, hiszen itt még nem merült senki azáltal, hogy valaki ezt megtette, már olyan tapasztalatokra teszünk szert, ami azért egy kutatás alapjához szolgál. Ez egy vulkanikus tó, amiről beszélünk? Igen, igen. Tehát tulajdonképpen olvadékvízből származó vulkanikus tó. Hány fokos a víz? Vagy igen, nulla közeli. Nulla közeli? Nulla közeli. Aha. Kellemes jégtáblák úszkálnak a felszínen, de nincs befagyva a teljes felszín, tehát nem kell abszolút jég alá merülni. És akkor elindul az előkészület, megérkeztek a tóhoz pár nap, amíg erre rákészültök, vagy ott nincs sok idő, az embernek azonnal merülnie kell? Hát ugye ilyenkor mindenképpen ajánlatos azért egy picit pihenni, tehát uh-huh. megérkezel a tóhoz, fölcipeled azt a rettenet sok felszerelést, viszont ez már olyan magasság, ahol ha az ember ott aludna, az nem éppen egy pihentető alvás lenne, ha egyáltalán tudna is aludni, hanem valószínűleg csak egyre rosszabbodna az állapota, éppen ezért úgy szoktuk csinálni, vagy szoktuk, hát ez egy kicsit túlzás, de csináljuk, hogy fölmegyünk az adott tóhoz, és akkor ott mindjárt a merülés az megtörténik. Hát egy órás, két órás rákészülés van, ahol ezt az időjárási körülmények megengedik. Itt ez kevésbé volt. És először kizavarjátok a názásokat, akik ott csak húzni. Mindenkit, aki ott pancsikolás. Tehát van egy szálláshely valahol 6400 méteren, és onnan még mentek a tóig? 6100 méteren volt a sátor, és onnan akkor mentünk föl cipekedve. Aha. Na, ez és mi van a vízben? Vagy mennyit vagy ilyenkor vízben? Viszonylag rövid ideig, igen. Mi összesítve szerintem egy olyan 10 percet mértünk. Aha. Most nagyjából. Patricia türelmetlenül járkált le a tó mellett, ugye? Azért hozzá már vissza az ólomövet. Azért ott baromi magányos 10 perc volt, nem gondolom, amíg ott voltál. Hát ez az életem leghosszabb 10 perce volt körülbelül, mert az öt tüdeje nagyon leépült, azért nagyon köhögött, én nagyon féltettem, azért is, mert nagyon hideg is volt közben, és itt féltem azt, hogy a hipotermia, meg a köhögés, meg a tűrőnek a gyenge állapota, hogy ez nagy hatása lesz. Vagy milyen hatása lesz ez rá, és nagyon meg is beszéltük, hogy egy eleket, hogy amikor ő víz alatt van, hogy jelzi nekem, hogy így oké, mert ha nem oké, akkor értek el. Tehát a két buborék fölfelé az oké, az nem oké? Az oké. Mi volt a jel, amit megbeszéltetek? Hát az, hogy időnként próbál egy kicsit a víznek a tetejére följönni, hogy lássam az, hogy jót mozog, amennyire tudtam látni a ködbe. Fel is jött, csak háttal föl. Gondolom, hogy ilyen humorizálás nem fér be, hogy kicsit följössz lebegni. Már rettegtél tőle, hogy lefelé már mindent te viszel. Ez még a másik. Igen. Na most maga a merülés, az nem egy igazán mély merülés, de hát, hogy 6400 méteren erre nincs is nagyon lehetőség. Tehát itt senki nem úgy képzelje, hogy még 30 méter lefelé, hanem ez 1-2 méter, ugye? De hát az is nagyon extrém nyilván. Itt ugye ez a 2 méter volt a maximális mélység, amit el lehetett érni. Általában 6000 méter felett ezek a tavak már viszonylag sekélyebbnek mondhatók, tehát el tudom képzelni, hogy van még azért kicsit nagyobb mélység. Van egy 4 méteres. Van egy 4 méteres, így van. Hát ugye a jelenlegi világrekordnak a helyszíne az egy ilyen 4,5 méter körülbelül. Hát az ráadásul ilyen magasságban körülbelül? 5900 méter, jóval gyakorlatilag 500 méterrel alacsonyabban. És miért nem tud az ember mélyebbre menni? A tó lehetőségei nem adottak? Így van, nincs nagyobb mélység. Uh-huh. Nincs nagyobb mélység, ezek már nagyon sekély tavak. De egyébként, ha lehetne is, hát akkor is azért az egy kockázatos dolog lenne. Ugye, amikor a NASA megismételte a jelenlegi világrekord merülést 5900 méteren, ahol van arra lehetőség, hogy rögtön egy 4,5, ha ne adj Isten olyanok a körülmények, akkor 5 méterre merüljél. Ők ezt csak a második napon tették meg. Első nap ugyanúgy 2 métert merültek, és megnézték, hogy ennek milyen hatásai vannak, és a második napon érték el a tónak a legmélyebb pontját. Neked ez is cél egyébként, hogy ezt valamikor megdönteni? Hát most elméletileg ugye megdöntöttük ezt az 5900 méteres rekordot ezzel a 6000 majdnem 400-as rekorddal, úgymond. Hát a kérdés az, hogy majd ezt esetleg a Guinness elfogadja vagy sem. Ez egy teljesen külön történet. Mondhatom azt, hogy viszonylag kevés esélyt látunk egyébként erre. De mi kell az? Hát ott voltatok, megcsináltátok, dokumentáltátok. Hát ez egy nagyon, nagyon egy hosszú. Egy Guinness ellenőrt is fel kell védni. Ja, hát az ellenőrített kinek a hátán? Megint te jössz. A Guinness ellenőr kapott 3 ólövet, és mondta, hogy na jó, hagyjatok békén. És ott állna valaki nyakkendőbe, tudod, fehér nyakkendő, egy kis mappá kezében. Hát még ha csak ennyi lenne a probléma, az nagyon jó lenne, de nem csak ennyi sajnos a probléma. Annyira kevés info van erről az egészről, hogy ők igazából nem is nagyon tudják elképzelni azt, hogy mik azok a kritériumok, amiket ők nekünk előírhatnának. Egy dolgot biztosan előírtak, hogy
lehet teljesíteni ezt a rekordot medencében is. Tehát fölvihetünk mi gyakorlatilag bármilyen magasságba, gondolom, fejfújható medencét. Ez nem az, előtte beugratod a tetszóba. Kicsim, hoztad a kézipunkat? Aha. Hát most menj le vízé. Megvárjátok, míg beleesik az eső. Fúj. Tehát amíg ilyen kritériumokat írnak elő, addig azért nehéz. Ők akkor ezt nem nagyon vágják, ugye? Vigyetek fel egy medencét. Tehát ő a Guinness nem érti nagyon, hogy ez akkor milyen körülmények között hol játszódik, mi történik. Meg lehet dönteni felfújható medencével. Hátrafelé futást, maratonon, közben narancsokkal zsonglőrködni, azt értjük, de ezt sokért nem ragudjan, de hát nekik ugye azok a rekordok az egyszerűek. Igen. Leszervezi a nagy közönséget, kihány fekvőtámaszt nyom, vagy mekkora a pizza, vagy jó, itt, az lebecsülő, ez is nagyon szép. Csak... Abszolút, nem is ebből a szempontból mondom, hanem abból a szempontból, hogy a Guinnessnek ez egy nagyon jó lehetőség, és viszonylag jól kezelhető rekord. Az, ahova ők nem nagyon tudnak elmenni, nincs igazából olyan szervezet, aki ezt tudná hitelesíteni, nekik ez nehezen kezelhető. És a magyar tudományos világ erre odafigyelt, hazajöttetek és megcsörönt a telefonot, hogy az MTA-tól keresnének, és hogy esetleg beszámolnál az eredményekről, stb. Volt ilyen? Az MTA-tól még nem kerestek, de viszonylag nagy érdeklődést tapasztalunk egyébként meglepő módon itthon is és külföldön is. Úgyhogy igyekszünk kielégíteni ezeket az igényeket. Kijön az ember a vízből is nagyon az, hogy akkor most pihensz, tehát indul a lepakolás, és jöttök is le a hegyről, ugye? Tehát 6400 méter magasságban azért ott nagyon nem időzik az ember. Tehát hát, kijössz, átöltözöl, és indulsz vissza. Hát nekünk az történt, hogy miközben elbúvárkodott, és bent volt a vízbe, egy óriási vihar szakadt ránk. Óriási széllel, hó, jég, nagyon durva körülmények, olyan körülmények, amit én csak a filmekben láttam, de szó szerint úgy értsétek, és kényszerült ő utána, 10 perc után kijönni a vízből, már nem volt biztonságos ott maradni, és maga az átmenet, hogy akkor finoman átöltözünk, ő majd pihen egyet, meg az oxigén leszokásos időszakot, ez meg tudjon csinálni, erre egyáltalán nem volt időnk, hanem pár percen belül őt le kellett vetköznöm ebbe a vizes ruhából, és azonnali hatállyal, de tényleg azonnali hatállyal kellett lemennünk a hegyről, ott is kellett hagynunk minden cuccunkat, és szó szerint futottunk le, mert nem volt biztonságos már számunkra egyáltalán. Ő még közben nagyon fázott, ő már ilyen hipotermiás lett nagyon, ő már a végtagjait, az ujját, a lábujját, a kézujját, ezt már nem érezte, és emiatt itt féltettünk is, hogy amikor lemegy, hogy akkor milyen állapotban lesz. És akkor ez a klasszikus melegítéses folyamat történik, hogy levetkőzni, bőr a bőre, van egy nagyon speckó hálózsákunk, amivel én őt másfél órán keresztül melegítettem. És ott se várt benneteket senki, tehát senki. Amikor leértetek a szállásra, idézőjel szállás. Szállás, ott ugye hát most azért senkinek a házakra gondoljunk, csak kuzivak. Nem volt portás, aki beengedett. Elértétek a hostelt, tehát hogy ott is ketten voltatok. Abszolút, igen. Aha. És ráadásul, amikor magához tért az első kérdés, az volt az ólomüveg. Jaj, kicsim elfelejtettem. Igen. Jó, barátom, kópaik körül. Ez egy vetted kicsim videóra, vetted? Igen. Asszus a videót. Azért az úton. De egyébként ez nem lett volna baj, mert másnap vissza kellett mennünk az összes cuccért, tehát nem haragudtam meg nagyon, hogy fönnfelejtett bármit is, úgyhogy vissza. Mire jó ez tulajdonképpen? Szóval az ember így hallgat benneteket, és hát fantasztikus, és az mindig fantasztikus, hogy azért az ember egy olyan valójában tényleg illusztris csapadon van ment, amit néhányan csinálnak csak a világban. De hogy ez erről szól, és nem többről, hogy legyünk egy ilyen csapattagjai, ez hobbi, mert azért az erős hobbi, és azért az életetekkel játszotok, tehát valójában mi a cél? Vagy szól ez valamiről, vagy kell ennek célt, vagy értelmet keresni? Mi úgy vágtunk bele ebbe az egész dologba, hogy számunkra ez egy sport teljesítmény lesz tulajdonképpen, amit mi szeretnénk elérni, viszont nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ide önmagában a sport az nagyon kevés, tehát lesz te top sportoló, hát ugye Pati azért válogatott olimpiai kerettag volt, lesz te top edző, és készülhetsz erre rengeteget, kevés, ide mindenképpen a tudományt már be kell vonni, ez olyan mértékű kitolása tulajdonképpen az emberi határoknak, hogy anélkül egyszerűen nem megy, és hát ezzel kapcsolatosan kerültünk mi azért igazából egy kicsit a tudományos világba is bele. Tulajdonképpen nem nekünk kell megtalálni ennek a tudományos értelmét, hanem ezt már Cousteau megfogalmazta 1967-ben, amikor ugye az első ilyen jellegű merülést gyakorlatilag végrehajtották. Ő akkor azt mondta, hogy fiziológiai, biológiai, geológiai, illetve archeológiai céllal szeretne merülni,
ezek a tudomány területek gyakorlatilag a mai napig is kapcsolatban vannak a magashegyi búvárkodással. Természetesen hát egy picit azért a tudomány változik mindig, úgyhogy ebben a négyesben is azért bekövetkezett egy változás, de nagyon-nagyon sok tudományággal van tulajdonképpen kapcsolatban ez a tevékenység. Hát csak akkor legközelebb vigyetek magatokkal még valakit, nem csak az ollóművek miatt, hanem valakit a NASA-tól, tényleg, aki azért ott van, egy fókuszlábot, hogy vigye valaki Patri helyett a cuccot. Igen, tényleg remek fókuszos riporterek vannak, vigyétek el. Hát szenzációs ezt hallgatni, mi mindig nagy élvezettel hallgatjuk, amikor valaki a saját határait egy kicsit kijebb és kijebb tovább próbálgatja önmagát, és legyőzve önmagát harcolva a természettel ilyen szélsőséges helyzetekben is megold bizonyos helyzeteket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi jó volt veletek beszélni. Köszönjük szépen. Vagytok. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után 7:30 múlt pontosan 2 percen. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Subbase Monster után már is itt vagyunk. Hát milyen jó ilyet is hallani. Szabit is hallani, szeretjük őt, kedveljük. És ez igazán, igazán jó kis muzsika. Valaki azt érez, Eminem, milyen jól megtanult magyarul. Ügyes. Hát ügyes. Király ez a Snoop Dogg, közeledik Magyarország. Igen, először nálunk megtanul énekelni, aztán megy át Maros Bogátra. Igen. Geszti végre megtanult rappelni. Ha, Istenem. Na, egy jó kis Máté Péter írta valaki nekünk. Köszönjük szépen. Írjátok, hogy ugye reklamáltunk a vízforralóért, amit tegnap megnyertünk a műzikon. És hát bocsik, elmondták, hogy egyelőre azt most még nem tudjuk megkapni, mert hogy a szponzor küldi, és az előbb üzengetett nekünk, no. Bocsi, hogy egy nagyon szép piros vízforralót tesz majd le a kerítésre, és megvan, tehát hogy ez nála lesz, és ezt a napokban ő kézbesíti. Nekünk kiakasztja a kerítésünkre, mármint az én kerítésünkre. De nem, tehát a találkozásnál megsemmisültök, vagy mi van? Tehát az a kerítésemre kiakasztja a kölcsönkét mágdaráló mellé, ami a két hete vissza kellett hallozni. A kölcsönkét mágdaráló, igen, és a lombfúvó mellé, amit a múltkor kölcsön adtam neki. Hát nem, nagyon nem találkozunk, tehát két utcával lakunk lejjebb, de hát nem járunk össze. Na jó, de nem kell összejárni, de hát az már milyen, hogy egy nálózacskóba így felakasztod a kerítésre. Most csöngessen már be. Igen. Miért nem az, hogy leengedi az ablakot a sárkodon, és bedobja a kertbe. Lassít picit a mergával. Én megértem, hogy ahány kiló szelektív hulladékot leraktam én a ház elé, ahhoz képest én megértem, hogy ő nem nagyon lassít, de nem vagyunk annyira jó. Tehát én is lassítottam mindig, csak így kiszortam. Amikor az ember így a zsákot így kidobja. Szóval érkezik a vízforraló, behozzuk azt a vízforralót? Hát azt nem kell otthon? Nekem nem kell, nekem van otthon vízforraló. Akkor legyen itt egy gyönyörű piros. Mondjuk jól lenne, hogy te dekálnák. Hát meg egy Music FM-es matrica is. Tudok küldni rá a kolos filcet. biztos, hogy van neki. Én nekem valami jó vízforraló van otthon, úgyhogy én szívesen behozom nektek. Jó, ha jöjjön. Persze. Én 3-4 havonta beleöntök egy liter kólát, az lemarja vidáman a vízkövet. És már látom magam előtt. Hát ez a piros, ez jobban. Szerintem a konyha bútoron. Elhozom nektek. Jó, elhozom nektek a régét, igen. Na, úgyhogy álltok üzen nekünk, hogy megvan a vízforraló. Gondolom megérkezik a nyereményük a rádióba, és akkor ő ezt kihozza majd nekünk. Ugye mondtuk, hogy nagyon szívesen játszunk egyébként a többi rádióval is, egészen nyugodtan. Tehát nincs jobb érzés tényleg annál, mint hogy az egyik kereskedelmi rádió egy kicsit betrolkodik a másik kereskedelmi rádió reggeli műsorába. Úgyhogy továbbra is fenntartjuk azt, hogy írjátok meg nekünk, hogy gyűjtsük az infót, hogy melyik műsorban, hol, mikor van játék, kivel játszanak és mi a játék lényege. Az elkövetkezendő 1-2 hétben szeretnénk lerabolni az összes kereskedelmi rádió reggeli műsorát, és minden nyereményt elhozni, amit lehet. Nincs annál jó. Nagy nyeremény. Nem zavar. Figyelj, mindig csak velünk játszanak nyereményvadászok, legyünk most mi a nyereményvadászok, és kezdjünk el tényleg teljesen tudatosan betelefonálni más reggeli rádió műsorokba, hogy jöttünk játszani. Itt vagyunk, szeretném. Minket kizárnak? Mi nem játszhatunk? Ugyanolyan játékosok vagyunk, mint bárki más. Fölhívjuk a slágert, a régi jövőt, és megmondjuk, hogy jó reggelt, ilyen játékra jelentkeztünk. Szeretnénk játszani. Uh-huh. És itt vagyunk. Uh-huh. Mi a nyeremény? Van valami jó náluk? Hát van, figyelj, nagyon jó. Ott kik vannak? Motorzsa Happy End-ék vannak, nem? A slágerban. Happy, a Balogh Esperes és a Hudák. Igen. Figyeljetek, én az összeset igen? tudom. Én mindenkit aha. tudok, hogy ki hol ül. Aha, én az Esperesnél elvesztettem a fonalat. Igen, meg a tudatom egyrészt.
Nézd, Esperes, Rabbi, hát most nem mindegy. Ja, hát persze. Bíboros, Esperes. Nekem aztán teljesen üvegek. Akár a sekrestés is lehet. De rossz. Úristen, de rossz. A Sopronból a helyi rádió, Naprádió átvette a fekete-fehér játékokat. Párbajozhatnátok egyetlenül. Vacsó utalmány a tét. Tomek, kérünk szépen Soproni rádiót. Elérhetőséget. Keressük már. Lenyúlták a fekete. Jó, hát ez nem tőlünk nyúlták, ez nem a mi eredeti ötletünk. Hát ez egy 100 éves játék, ez olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy lenyúltad a kőpapírollót tőlem. Vagy a kinevet a végén, az az én játékom volt. Szemetek, akik megcsinálták ezt társas játékot. Mielőttünk senki nem piros pecsenyézett. De hát akkor hívjuk föl majd a Soproni helyi rádiót. Soproni éttermi utalványa. Megyünk. Elcseréljük. Mindenre rámegyünk. Mi ezen a héten nyereményvadászok leszünk, mindenre rámegyünk. Majd játszanak a Soproni, akkor és a Soproni nyereményt elcserélnénk. Adunk egy vízforralót, adjanak egy soproni vacsit. Hát ha megyünk túrázni, ugye, vagy hát nem is túrázni, kitelepülésre, és ha megyünk arra felé, nem biztos, hogy Sopronba, hát azért egy jó utalvány, ha leesik, hát azért az belekod a többi utalvány. Hát vagy Ferinek megvan az összekötetés, átbukkoljuk egy másik étteremre. Nagyon jó. Úgyhogy drága hallgatók, a feladat ki van adva. Nyilván nem azt mondjuk, hogy kapcsoljatok el és maradjatok ott, tehát nem ez a lényeg. Csak ha régen hallgattátok őket, vagy tudjátok, vagy esetleg tényleg ti sláger hallgatók vagytok, csak néha belénk hallgatok, de régen őket hallgattátok, és tudjátok, hogy a Happy-ek reggel 3-9-kor játszanak valamit, dobjatok infót nekünk, hogy ki mikor játszik, ugye mi nem ismerjük a többi reggeli műsor adásmenetét. Hogy mindenkit le tudjunk rabolni. Annyira belejöttünk ebbe a vízforralóba. A vízforraló, ez egy jó érzés tetszik, volt, nyerés élmény. 10 éve ülök mikrofon mögött, még soha nem nyertem semmit. Hát mindig, látod? Tudod, milyen rossz érzés ez? Soha nem vehettem részt egyetlen játékot sem. Most ezt vissza. Vissza veszünk. Budamarcihoz is betelefonálhatunk. A Petőfi Rádióban? Aha. Nem fognak bekapcsolni. De, ki tudja, mit lehet nyerni. Lehet, hogy mit tudom, egy összedi beszéd remix. A Budamarcinak a gyereke egy csoportba jár, az én gyerekem. Már van gyereke. Ne, hülyeskedj, olyan fiatal. Hát remélem, hogy ezt most ő vállalja, és nem baj. Nem alakít, hogy erről leveszél. Volt valami, hogy utánam szólt, hogy Bali erről senkinek egy szót se, de azt hiszem már nem figyeltem. Egy csoportba jár a gyerekünk. Oviba. Én ezt évekig nem tudtam. Jó, tehát senki másról nem tudsz, hogy oda járna, gondolom. Fura volt a többi gyerek, egy idő után úgy meglepődtem, hogy többen is vannak a csoportban. Neki egy olyan nagy gyereke van már, mint nekem, igen. Legközelebb összefutok vele, de hallgatók úgyis megírják, akkor megkérdezem, milyen játékuk van. Oda bekapcsolnának minket? Én nem fekszem annyira jól az MTV-nál, tehát lehet, hogy nem biztos, hogy... Állnéven kell bejelentkezni. Tényleg. Mondjuk azt, hogy egy másik rádiótól vagyunk. Tényleg. Ha nem mondjuk, hogy rádiótól vagyunk. Nem mondjuk, hogy rádiótól vagyunk. Csak jelentkezünk a játékra, hogy szia Jani vagyok, játszani szeretnék. Mikor játszik a Petőfi, írjátok meg. Jó? Mikor játszik a Juventus, és Sláger, nem tudom, milyen nevük. És mikor játszik a Soproni rádió? Szia Árpád. Milyen Árpád, tudod te? Árpád vagyok, adom is részletet, adom! Nem Árpád, jó, Bali, Jani, Feri, hello! Ja, valahogy be kell kerülni. Azt is írjátok meg, hogy a Soproni rádió tényleg hány órakor játsza? Hívjuk ki őket! Tényleg, hát a fekete-fehér nem, tehát hívjuk ki őket egy játékra. Nagyon jó. Jó? Ja, küldjetek infót, ma mindent begyűjtünk, és aztán holnap elkezdjük a magyar rádiózást lerabolni a magyar rádiós piacot. holnap leraboljuk a magyar rádiós piacot ajándék szempontjából. Tudjátok, mi lesz ebből? Ennyire nem megy már máshonnan kell összeszedni az ajándékokat. Ennyire nagy a baj, tudod, hogy már nincs ajándék. A Miskolci Rádió M is lenyúlta a fekete-fehér igennemet. A Soproninek jobbak, ott csak fél percet kell kibírni. Rövid. Igen, azt mondja, Debreceni rádió, Balogh Vivinél húsvéti tojáskeresés. 0-52. Hívjuk már föl. Tessék? Hívj már föl. Hívjuk föl. Hát persze. Hogy a Vilinél szeretnék. Igen, Vilin, hogy vagy? A Vilinél szeretnénk, a Balogh Vivinél szeretnék tojást keresni. Jó, szeretnék tojást keresni. Ja, lehet, hogy valami tök izgalmas játék. Hogy nem tudom, hol kell keresni a tojást. Melyik rádió az? Debrecen. Debrecen. Mi a Debrecen? Rádió Balogh? Vagy Debrecen? Nem, Balogh Vivi. Nem, még nem megy ennyire neki. Én csak műsorvezető. Rádió Balogh. Haló, jó reggelt kívánom. Morning Show, Balázs, Feri, Jani. Szia, élőben vagy, adásban vagy. Hello. A Vilit keressük. Én vagyok, parancsoljatok. Vili, hello. Én adásban vagyok. Te is adásban vagy? Szia. Ó, szia, Vili. Vili, most akkor összekapcsolódtunk ilyen gyorsan, ilyen váratlanul? Nagyon úgy tűnik. Hello, Vili, figyelj, nálatok állítólag lehet húsvéti tojást keresni. Igen. Itt vagyunk. Hol van az itt? Hát most itt. Szeretnénk tojást keresni. Itt, most az éterben, itt vagyunk. Virtuális tojás vagy valahol, ez el van dugva a környéken.
Ha nagy nem templom mögött, akkor nem állunk meg. Csöpögtetjük az infókat, hogy hol lehet megtalálni. Aha. Az a baj, hogy ezeket nem hallottuk. Ajaj. Tehát most minket hallgattok a saját adásotokat? Persze, magunkat már rettenetesen úgy nyugodtuk. Én is gondoltuk, hogy megföldobjuk a reggelt. Tegnap a bocsiéknál nyertünk egy vízforralót. És eldönt... És abba akarjátok a tojásokat megfőzni. Hát, jogos. Elhatároztuk, hogy a következő egy hétben leraboljuk a magyar kereskedelmi rádiókat, és mindenhol megpróbálunk valamilyen ajándékcsomagot, kisebb-nagyobb vízforralót, húsvéti ajándékot nyerni. És megírták a hallgatók, hogy nálad, Balogh Villinél húsvéti tojáskeresés zajlik, és megérkeztünk, mint Morning Show, mint Klassz FM, hogy itt vagyunk. Hát az egész város keresi a tojásaimat tulajdonképpen most ennyi. Suksz nekünk egy kicsit, mert akkor egy debreceni hallgatóval mi megtaláltatjuk. Hát figyelj, olyan nagyon fontos infókat mondtam el ma reggel, igen? Hogy a mai tojás egy forgalmas út mentén lesz elrejtve. A betyár, hát Vilina, szórakozzál velünk, hát valami kicsit konkrétabbat adjál azért ennél. Egy debreceni ebből már tudja. Egy forgalmas út. Most ha a mi hallgatónk megtalálja, akkor felajánlhatja azt a tojást nekünk? Tehát ha most egy klassz hallgató elkezdi a tojást megkeresni és hozzád betelefonál, hogy a Balázséknak felajánlja, akkor átruházhatja, nem? Hát átruházhatod, aki ennyiből megtalálja, azt szerintem megérdemli, hogy... Na, Vili, segíts meg egy kicsit, legyél jó arc, Vili. Legyél jó arc, egy kicsit segíts még. Hol van ez a tojás? Ez nem túl sok segítség, Vili. Most nem vagyunk bejjebb. Vili, ennyire ne legyél azért szigorú. Hallod? Vili nagyon szigorú. Nem? Van ezen radial? Megpróbáljuk még egyszer? Hát persze. Meg hát, ha van egy másik játék. Most csak nem csak tojáskeresés van. Na. Becsokizott. Nem, Vili nem rakja ide. Vili nem ilyen. Vili ne, Vili nem rakja ide. Vili. Ez nem az ő stílusa. Vili. Beszorakozz, Vili. Vili. Oda küldjük a hallgatóinkat, Vili. Így lerakt? Ne, gyerekek. Nem, ez nem stílus. Nem. Vili, sokkal jobb. Hírek vannak ott is, biztos. Ja, hírek vannak. Vili. Mondjátok meg, Vilinek keressük. Meg Vili? Lesz találva. Azt kell mondani. Aha. Vili nem tudta eldönteni, hogy most mi szórakozunk, vagy tényleg mi vagyunk? Lehet, hogy Vili arra gyanakodott, hogy megtréfálják? Hát. Vagy valaki ott is egy túlvezérelt problémik azokat, amely arra is lenyomta. Nem már. Bement és megnyomta. Mi volt az, amit nem árulhatott el? Drága hallgatók. Kósolós hátsó kertjében az egyik kaspóban volt elzsukva, vagy mi? Igen, a Debrecen is nagyon mellett. Drága hallgatók, találjátok egy tojást. Jó? És hozzátok el azt is nekünk. Mindenre szükségünk van. Balogh Vili rákeresek előttel, és a szemébe néznek. Nem adjél vele nagyon kemény. Szerintem attól nagyon megijed. Jó. Na, 8 óra lesz pontosan 6 perc múlva, úgyhogy lejátszuk mi is a játékunkat, csak hogy ne csúszunk meg akkor hírek után, mert hogy nálunk is van játék, és azért mi is adunk ajándékcsomagot. Jó, visszafelé beszélünk Dórival nem sokára. Úgyhogy aki játszana velünk, jelentkezzen játékra. Ha pedig más rádiónál tudtok játékot, azonnal szóljatok. Jó? A Marci soha nem tenne velük ilyet. Tessék? A Marci nem tenne velünk ilyet. Buda Marci? Uh-huh. A főnökei tennének viszont. Ez igaz. Sokkal inkább. Úgyhogy jövünk a játékkal most kivételesen 8 óra után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtet a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Queen után, már is folytatjuk, és ami az időjárást illeti, napról napra melegszik az idő, úgyhogy hát reggel még fel kell öltözni, nyilván picit hűvösebb van, de napközben már 14-15 fok is lehet a csúcshőmérséklet, és most megint változottak is előrejelzés, hétfőn napos időt mutat, és 16 fokot, húsvétre tényleg már egészen jó időt mondanak. Melegedést, 18 fokot, és azt, hogy jó időnk lesz húsvétkor. De még pontosabb információkat kaphatok akkor, hogyha találunk egy olyan rádiót, aminek a reggeli műsorában mondjuk barométert, hogy hőmérőt lehet nyerni, mert arra is rárepülünk. Igen. Na, drága hallgatóink, egy nagyon érdekes kísérletet folytatunk egyébként, és több szempontból tanulságos. Mi történik akkor, ha egy országos kereskedelmi rádió egyszer csak fölhív egy másik rádiót reggel úgy, hogy arra nem számítanak. Ugye ezt már tegnap hallottuk, hogy ránk tették a telefon. A kislány nem tudta kezelni. Nem hiszed el. Nem hitt el, ránk csapta. Ma beszéltünk Billivel,
A Debreceni rádióból. És Vilinél állítok áramszünetet okoztunk. Aha. De miért pont akkor van áramszünet, amikor egy országos rádiótól oda telefonálnak és rárepülnek a tojásra? Kérdezi valaki, nem furcsa, hogy minden órátok rakják a telefonát? Igen, igen. Igen, picit fura. Ugye a kísérlet jellege tulajdonképpen az, hogy mi, akik tényleg mindig a hallgatókat szolgáljuk, és hosszú-hosszú éveken keresztül azon dolgoztunk, hogy minél több minden nyerjetek nálunk, és mi ezt nagyon szívesen tesszük, és örülünk a hallgatóink boldogok. Végre egyszer a tegnapi nap után kicsit fellelkesedtünk, hogy végre nekünk rádiós műsorban lesz, hogy nagyon jó érzés valamit nyerni. Mi sosem nyerünk semmit, mi mindig csak adunk. És tegnap nyertük egy vízforralót. Egy piros vízforralót. Nagyon fontos. Meg már a szélsz is szólt, hogy nem győzik már itt teljesíteni az igényeinket, hogy most egy picit nekünk is be kell szállni. Innen, onnan, nem onnan. És arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen helyi vagy regionális vidéki rádiók reggeli műsorait ismeritek, ahol be lehet telefonálni, a Juha küldtek telefonszámot is egyébként, és ott mit lehet nyerni. Egészen helyes megfejtés. Jönnek egyébként, hogy hol mi van. Valaki azt írja, hogy van egy rádió, ahol pizzát lehet nyerni. Van egy másik rádió, ahol siófoki nyaralást lehet nyerni, és egy Ladát teletankolva. Az tesztvezetésre. Az nem rossz. Tesztvezetésre. Egy Ladával lerongyolni siófokra egy hétvégre. És oda rendelni a pizzát. Tessék. Amit megnyerünk. Igen. Kétszemélyes siófoki hétvége, teletankolt Lada tesztautó. Garantált nyeremény. És bólogatos kutya, vagy pedig Ladás póló. Ők egyébként a Gongrádi. A Gongrádi az Kecskemét és Kecskemét. Környéke. Igen. Elég nagyok egyébként. Csak mondom, hogy sütörtökön már az említett rádiók CSS-ei fogják küldözgetni az SMS-eket. Hol mit lehet nyerni. Minden meglepődnek, ahol egyszer csak megérkezünk. Nem? Igen, mert ugye egyrészt azt tudják, hogy mi is dolgozunk, tehát hogy nem várják a dolgot, másrészt meg nem hiszed el. Szerintem Vili se hitte el, hogy biztos. Úgyhogy most akkor bennünket hallgattak. Viliben még egy rövidre csak lezárjuk Vilit, hogy megtaláljuk a tojásokat, lezárjuk, mert átok áramszület volt, és örült nekünk. Csak egy pillanatra hívjuk még valamelyik felső vezető, lerohant a fő kapcsolóhoz, és lenyomta. Nem lesz beszélgetés konkurenciával. És szépen halt a beszélgetés. Vilitől köszönjünk el. Így van. És utána menjünk rá a siófoki hétvégére. Ja, jó. Jó? Az most már engem is az pörget. Az gong. Jó. Az gong. Debrecen Rádió, tessék. Balázs, Morning Show. Jó reggelt, sziasztok. Eltüntetek. Eltűntünk, nem tudom, mit csináltatok, de meghekkeltétek az egész rendszerünket, és amikor a kényesebb részekhez értünk, akkor hirtelen egy áramszünetünk lett. A kényesebb rész a tojás? Hallgatnád a mi műsorunkat? Ott mi mennyi, mennyi minden nem lehet kimondani azt, hogy tojás. A meleg tojások, ugye erről beszélgetünk. A meleg tojások. Vagy nem is beszéltem, nem tudom miért mondtam, nem beszélgettünk meleg tojásokról. Ez valaki kicsúszott belőle, nem? Nem hát ez van, ez van. Mindenesetre az 1 millió plusz hirtelen leolvasztott a rendszereteket. Igen. Figyelj, Vili, hogy tudnánk ezeket a tojásokat megtalálni? Mi szeretnénk nyerni még több rádió reggeli műsorában. Segíts meg! Ennél többet mondjak, mint hogy egy forgalmas út mellett. Figyelj, most, ahogy hallgató megírta, vigyázz, mert mi is meg tudunk tréfálni benneteket, szólunk a Morning Show hallgatóknak, hogy vigyenek ki tojást, és minden keresztezésbe tegyenek le egyet. Tehát, hogy el tudjuk árasztani Debrecent is tojásokkal. Még egy kicsit segíts, na, egy picit még mondjál valamit. Az a baj, hogy nekem is csak csöpögtetik napközben az információkat, tehát én ennyit tudok per pillanat. Mi üzembiztos rádió, a műsorvezető se tudja, hogy hol vannak a tojás. Nem, még nincs aláírt szerződés. Titeket nagyon szívesen félrevezettek egyébként is. Tehát mi nem nyerhetünk. Jó. Okay. Nyerhettek, hát minden további nélkül, de most ennél többet tényleg nem tudok nektek mondani, mint hogy... Nálatok mi történik egy reggeli műsorban? Ti mit csináltok? Vendégeket hívtok? Beszélgettek? Mi mit csináltok? Hát nyilván mi itt a debreceni jellegre erősítünk rá, tehát itt főleg a város... Minden reggel tankcsapra. Minden reggel Loki. És akkor ilyen helyi hírekkel foglalkoztok inkább? Hát természetesen persze. Aha. Hallgatottak vagytok? Szeretnek benneteket? Hát nagyon úgy tűnik, igen. Igen? Igen. De az jó, hát az hát nagyon, persze. Nagyon klassz. Jó. Az MTK hát még ti is bennünket hallgattok ezek szerint. Tehát. Na, szólt a programigazgató, nyomd ezt a programot. Ilyenkor a rádiós könyv első mondat, el kell mondani a mondatot, még ti is minket hallgattok. Ez a színnál lesz holnapra. Igen, elküldték a hallgatók, hogy hívjunk meleteket. Csak gyorsan hadd kérdezzek, mert én is, ti kik vagytok egyébként? Ja, alakul. Jogos, alakul. Ilyen műsorvezetőkkel. Jó van, Mili. Akkor ha megtudunk még többet a tojásokról, akkor tovább keressük, jó? Addig, amíg nem hallgassatok bennünket minden nap, Debrecen, FM 95. Na, jó, azért a mazohizmusnak is vannak határai, de csak megtaláltad a jegyzeteidet.
Mit kell még mondani? Mi a frekvencia? Profi voltál, elmondtál mindent, amit egy ilyen alkalomnál egy műsorvezető ki tud hozni egy beszélgetésből. A frekit, a rádió nevét, tehát minden el van. Viri, a prémium, a hóvégi prémiumra hajtok. Én azt gondolom, hogy megvan a bónusz. Abszolút megvan a bónusz. Megvan a bónusz. Viri, küldesz valakinek egy számot a Bázi Csabinál? Persze, hogy hívom őt, ha ő is hív engem. Vili, jó munkát tettek. Hívom, föl tudja a számomat. Most mi lesz a témai 4-9-kor? Mi letesszük és mihez fogtok hozzá? Kérlek szépen, a víz világnapja van ma, és ehhez kapcsolódva egy ökológus lesz a vendégünk, akkor majd elmondja, hogy meddig ihatunk még friss vizet itt Magyarországon. Aha, ti is ijeszgetitek a népet, jól van, mi is, ti is, csak ti máshogy. Szóval egy ilyen jó sírva röhögös tém. Vilikém, jó munkát nektek, köszi. Oké, nektek is. Ciao. Hello. Na, beírhatjuk. Egy. Debrecenben jó volt. Egy tipa megvan, Vili, jó. Na, pizza vagy Lada? Tesztezelés. Lada vagy Siófok? Nem, vagy a Siófok és a Lada. A Siófok együtt? Lada az igen. Együtt van. Igen. Uh-huh. Játsszuk le először a mi játékunkat, ami mindennél fontosabb. Jó? Mit mond Dóra? Jó? Adjunk mi is azért közben a játékcsomagot, és aztán megnyerjünk mi. Meg hát, ha a Siófokiak telefonál. És hogy játszanak velük. Mennyire imádnám itt lenni most egy Siófoki engem. Sziasztok, a Siófoki rádióta vagyunk. Mit mond Dórát szeretnénk? Na, itt van már is egy hallgatónk. Itt van. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok, Feri vagyok. Feri, hát halló, Feri. Ez az egész reggel ma játékról szól. Vagy velünk játszanak, hallok, vagy mi játszunk. Hát, Feri, honnan hívtál minket? Hát most Győrből. És mi ez a nagy jókedv, Feri? Ez a hihetetlen jókedv. Ez a nagy perős bűlöcsolás. Ez a hihetetlen, hogy bele válaszolt, Feri. Annyira feszít belőről. Hát ugye arról volt szó, hogy 50-kor a játékkezdés. Igen. Jó, hamar felszórom az autókat, amiket vinnem kell Pestre. Jogos. Aztán hát még nem indultam el, ugye, mivel hogy telefonálni nem szeretnék menet közben. Édesem, te ott állsz most egy csomó autóval, autókat szállítasz. Igen. Miket szállítasz? Hát most például három Renault. Van fenn, meg egy BMW. Akkor nem a gyárból. Három Renault, meg egy BMW. Kicsit le lettünk cseszve ezzel a csúszással. De tiéd az egy pont. Jogos. Abszolút ritkán csinálom ilyet, sőt, szinte soha, de most muszáj volt, hogy ne csúszunk meg, hogy pontosan induljon minden. Hát egy vízforraló ér mindent. Te hallgatsz minket, ez jó. Na, Feri, figyelj ide. Hogy tegyük ezt neked jóvá? Segítünk majd akkor picit, jó? Van egy városunk, híres emberünk, szólásmondás vagy tárgy. Ha most segíteni akarnék neked, akkor azt mondom, hogy válaszd a város, mert az könnyű. Hát, pont azt akartam. Komolyan? Aha. Hát akkor legyen a város. Indítjuk az órát, jó? Fél perc, figyelj. Oké. Grubmach. Grubmach. Hamburg. Ez az. Meg is vagy. Köszönöm. Feri, vártál rá, sokat vártál, de megvan az ajándékcsomag. Na, ennek örülök. Mikorra kell Pesten lenned? Hát az végül is mai nap, az a lényeg. Hát akkor nem kell egy kicsit, akkor tudsz egy kicsit velünk beszélni, nem? Tehát kicsit napozol, hát, kicsit élvezed a jó időt, nem? Hát én ma hajnal egytől fönn vagyok, hát ez már a második kanyarom. Már a második kanyart vissza, atyaisten. Kinek a felelőssége, ha valami történik az autóval? Mondjuk mindig karamboloztok, és összetörsz három Maseratit, 100 millió forint értékű. Akkor mi történik? Hát szerintem biztosítva van egy része, hát meg a maradék megoldva. Vagy nekem is reméled. Bízok benne. Vagy ilyenkor, hogy a havi 20 000-esével az emberek. Meg tudom csináltatni főnök a haverom. 110 éven keresztül. Én azt gondolkozom, amikor látok ilyen nagyértékű autókat, tényleg visznek 3 Mercit, 4 Maseratit, 2 G-Mercit, ezeken a nagy trélereken, hát ott van az a tréler, amit tényleg, hogy ezen az autószerűen 300 millió forint, hogy a sofőr egy pillanatra csak valami történik. Hát, hogy valaki belét számít, nem is kell neked hibázni. Igen, hát mondjuk akkor egyértelmű, hogy valaki belét számít. Én egy ilyen kisebb áll vagyok, arra max 4 fél ráfér, két jó nagy. Aha. Mondjuk ilyen boxer, vagy jumper, vagy pedig 3, vagy telepjáróból. Na, de ne is legyen ez balesetmenteset neked, jó, Feri? Köszi. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ciao. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, kell, sziasztok. Szia. Nem úgy, mint a bocsiek, tényleg elküldjük. Hát csak küldi. Hozzá. Figyelj, tudod, hogy addig szívjuk úgyis a vérüket, amíg el nem küldik. Na, még egy utolsó.
Persze. Hogy a fenében? Két személyes siófoki hétvége teletankolt lapot ezt autó. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy venni fogják a lapot is előbb-utóbb. Még van ugye még egy hármas ugrásom, ma telefonálhatnak. Sziasztok, Boros Lajos vagyok, a bocsi nem veszi fel nekem. Itt ül a bokci is. Na, Gongrádió. Jó, megnézzük? Recepciónk van, és hívjuk egyből a stúdiót? Hívjuk a recit először. Miket hívnak, most mi lesz? Nevet föl, nem hát, föl. Kíváncsiak mindenki megszólj. Meg a gong az nagynak számít. Nagyon. Nem tudom, ki ül ott reggel, mindjárt kiderül. És egy Gongrádió. Hello, jó reggelt, Balázs Morning Show, szia, itt a Jani meg a Feri is. Élő adásban vagy, hello. Hello. Ez valahol hallottam. Ezt csinálják utána. Háromból három. Ne, ez most nem adásban van náluk? Nem, letették. Letették? Háromból három. Nem, a vinyl áramszünet volt. Miért teszi le? Újra. Jó, most valaki viszont azt írja, hogy a Willi nem volt élőben bekapcsolva. Csak beszélgetetve. Nem, náluk. Nem volt élőbe bekapcsolva. Nem, tehát ő így fölvette a telefont, ment ne, az árulás, az nem ilyen. Ennyire közel van már húsvét, hogy ennyire nyúl mindenki. Ennyire fél mindenki a reggeli rádiózás, hogy nem, tehát ez egy szabad műfaj. Ne, a recepciós lány szélte azt hitte, hogy tréfálunk. Mindjárt fölhívjuk. Na és hát akkor is mondasz rá valamit. Most mondd ezt, hogy Áder János. Gongrádió, jó napot kívánok. Kövér László vagyok. De hogy is Sebestyén Balázs Morning Show, hello. Újra, hello. Tényleg mi vagyunk, nem szórakozunk, ne tedd le. Vagy ne tedd le, kérlek. Itt nem tettem le. Az előbb megszakadt? Mi történt? Nem szakadt. Ja, eltűntél egy pillanatra, azt nem tudtuk, hogy mi történt. Hogy hívnak? Nem. Hello? Anikó. Anikó, hello Anikó. Figyelj Anikó, valahogy mi szeretnénk a... Nátok van reggeli műsor? Persze van, 6-tól 10-ig. Jó. Vagy minket hallgat? Most őszintén, kucsa halljam. Nem hallgatom a sajátunkat sem, mert akkor nem tudok dolgozni. Ez jó válasz. Ez egy jogos válasz. Hogy tudnánk mi oda bekerülni? Hallottuk, hogy nálatok lehet játszani. Igen, lehet. Uh-huh. De jó. De ahhoz a 76-os között 414-010-et kell hívni, mert ez ott az értékesítésnek a vonala. Most várjunk, mindenki fölfogna. 4-10-0. Nem mondja újra. Jó, tehát hogy egyből be tudunk kerülni a stúdióba? Hát úgy, hogy előbb fölveszi a műsorvezető nyilván, és akkor utána igen. Aha, tehát akkor te valahogy külsős, amit mondtál, ha azt jelsz, hogy értékesítés. Itt ülök kint mellette egy irodában, de hogy, hát most nem tudok éppen bemenni. Meg hogy hívják a reggeli műsorvezetőtöket? Ilyenból Csaba. Csaba, szóljál a Csabának, hogy keressük, jó? Jó, már is szólok neki. Jó, jó, csak akkor hívjuk a másikon. Jó, köszönöm. Mit csinál most Csaba? Most éppen nincs, tehát nincs bekapcsolva az Onár gomb, úgyhogy éppen nem beszél. Aha. Éppen nem muzsika. Most zene van valószínűleg, zene igen. Oké, okay, jól van, hívjuk a másikon. Jó, már is szólok. Köszönöm. Köszönjük. Szia. De aranyos. Helyes volt. Helyes volt. Aranyos volt, helyes volt. Na már fogjuk a másikat. Most aki hívta, és mert hogy tőlünk hallott a telefonszámot, és hogy nyerni akar egy siófokét, hét egy elelét szíves, nem ér elvinni előlük. Ez az egész ország telefonálni és elvinni, igen. Most az, hogy foglalt lesz. Aha. Gyerekek. Megtaláltam Csabát. Szimpatikus ő is. Ki viszi a siófoki hétvégét, ha megnyerjük? Kié? Jani. Hárman nem mehetünk el. Miért lenne a Jani? Hát mi vagyunk hárman. Hát hárman. A Lada. Egy csomó melót teszek bele. Hát ennek igaz. Akkor jöhetsz te is, és akkor gyerek otthon marad. Ti viszitek a Ladát, én nem megyek siófokra. Mit csinál Csaba? Keresi a gombot. Nem hülye ezek. Nem. De tényleg? Akkor visszahívjuk. Anikó tényleg volt? Ők azok? Anikó. Most Anikó nem Anikó szórakozol? Volt. Anikó, ne szórakozz velem. Tényleg ők azok? Anikó, ne csinálj ezt vele. Így beszélgetni. Na, nem? Hát visszasíj, hogy hajjon. Viszont, ahogy látom, a mikrofonálványaikat ugyanannal veszik, ahol a mi Gyulánk. Igen? Aha. Egy cég? Az úgy ilyen jó, mi? Ők se értenek hozzá. Gyula ért hozzá, tűnye. Anikót újra felhívtuk. Most már Anikó se veszi be, hogy kiürült a rádió, mindenki kiszaladt az utcára. Senki nincs. Senki. Ott. Kész. Senkit nem lehet elérni. Siófoká, vegye már fel valaki egy... Gongrádió, jó napot kívánok! Kezdi csokolok, az Anikót keressük, Sebestyé Balázs vagyok a Morning Show-ból. Mindjárt egy kis figyelmet kérek. Köszönjük! Köszönjük! Most ezzel nem sértetted meg, hogy vele nem akartál beszélgetni? Nem. Jó. Nem, ő nekem nem úgy tűnt, hogy nagyon akar beszélgetni. És hova tűnt Anikó?
Hát átment a Csabához. Gondolom, megjött a következő vendég Szerenyei Béla. Ez miért van Szerenyei? Siófok Balaton. De nem Siófokon van nekünk. Ez Kecskemét? Kecskemét. Ja. Most eltűnt Csaba, eltűnt Anikó. Igen. Most mindenki eltűnt. Uh-huh. Mi történik a műsora? Ki ül bent? Ki foglalkozik a hallgatókkal? Nem fogunk így Siófok hétvégét nyerni. Ez picit tartsa. Írt a Budamarci közben. És mi van vele? Bekapcsolnálak jövő héten, Budamarci. Mert beteg. Ó, oh, szegény. Jobbulás, hát még nem beszéltek fel. Halló? Kezdj, csokolom! Nem, én vagyok a Jónás Anikó. Ja, Anikó, hello! Ugye nem adásban szólunk. De ami az Anikót keressük, mi nem tudunk nem adásban szólni, mert el kell jutnunk a élőadásig. Az élőadásig. Csaba nem veszi fel. Csaba nem veszi fel. Mert fölvétel van pont, ez az egyetlen probléma. Mikor van a nyereményjáték nálatok? De mindjárt szólunk neki, tudják egy picit tartani? Persze, kem csokrom, köszönjük. Kérem. Minek van vége? A fölvételnek. Felvételről azt a reggeli műsor. Fölvétel, így? Nem. Új hát emberek jöttek. Felvétel. Tehát az most casting van. Igen. De az most nem jó, ha ide jön a Csaba, mert nem tudja berakni a adásba. Ha Csaba ide jön, akkor... Fölvétel van. Úr is a lapátra tették Csaba. Csaba tudja, hogy kirúgták. Jézusom, csak ezért? Hát be se kapcsolt minket. Na most ne. Ilyen nehéz bejutni ma egy reggeli műsorból, egy másik reggeli műsorba? Hát élő adás van, akkor annál szól nekünk, és bekapcsol. Hát most nincs, nem tudom, valami nagyon fontos. Mi van abban a Siófoki hétvégében? Hülye, ez a gongrádió, még egyszer mondja. Ja, de itt a nyeremény. A nyeremény, azt hittem azt, hogy mi történt a Siófokon. És Siófokon mit lehet nyerni? Kecskemét hétvégén? Na. Halló? Kapcsolom a műsorvezetőt. Jó, de jó! De jó, köszönjük szépen, Anikó. Csabát. Kezi csokolom. Egy puszit küldünk, köszönjük, csokolom. Ez jó, ezt imádom. Fura gusztus, hogy te ezt szereted. Jó. Középső csoportosok jártak. Persze, szilofonozik három kisgyerek a stúdióban. Visszük a Siófoki hétvégét. Hogy most mondja meg a kérdést. Valaki nyomkod valami gombot közben. Próbálnak adásokat. Anikó, melyik az? Hát a piros? Vagy a piros? De várjál, ez csavarják. Megint megnyomkod valami. Csaba, léci, tegyél minket adást. Tolj fel mindent, az a biztos. Mi a be a nehéz? Csaba, a pirosat, ami alatt az zöld, azt nyom meg. Halló? Nem. Ügyesen, Katika ügyesen szilofonozik. Tényleg, nagyon jó. Mi a baj, Csaba? Forgosz egy. Csaba, fordulj Csaba, meg. Bármi világét előtt egy nyom meg, azzal adásba kerülünk. Valamit nyomjál meg. Nem lehet, hogy kiraktak minket. Na jó, én ezt nem hiszem el. Nem lehet, hogy várakozóra raktak minket. És mi lesz, hogy bekapcsolnak, és egy tessék főgáz. Gyerekek, ennyi pénze hát nincs a hallgatónak, hát ez alatt konkrétan, hát jó, hogy nem emel díjas, hát ennyi alatt egy hallgató nem vár ennyit Na, halló? Vagy? De mi ez a bepítés? És lehet, hogy visszavenni már nem tudnak. Vagy a szolgáltató visszacsenget nekik, és abból van a Siófoki hétvégét. És az nem akarják odaadni a Siófoki hétvégét. Nincs is Lada tesztvezetés? Aha. Hívd újra. Anikó, vegyél vissza minket, úgyse hagy. Aha. Nem? De figyelj, tényleg nem lehet, hogy Csaba ilyen virtuóz szilofonos, aki ott tolja. Lehet, hogy ez egy robot. Igazad, ez egy robot náluk, hogy Csaba élőben szilofonos. És most mi belecsöppentünk a szilofon játékba, és fél 9-ig ez megy. A pittyenésnél itt mellé. Kongrádia, szilofon percek Csabával. És iszonyatosan üti, tudod, vigyék, lábbal játszik, mindent csinál. Akarsz egy duettet? Triolával? Én triolázom. Hát, jó. Igen. Még csak fél 9. Csaba tetrizezik. Igen. Gyerekek, Csaba, meg kell dönteni a rekordját. Igen. Figyelj, Csaba kígyózik, 3600 a rekord, még csak 3400. Mi szól náluk most? Mondjátok meg, írjátok meg nekünk, drága hallgatók. Egy pillanatra abban a körzetben vagytok, csak tekerjetek már oda, hogy ott is szilofonozik valaki most? Nem, most Anikó körte muzsikáján. Valaki írja meg, hogy ott most mi megy, mert abból tudjuk, hogy akkor most mit kellene hallanunk elvileg. Azt mondja, hogy időjárás megy a gongon. Na. Időjárás megy. Ja. Halló! Ja, mondjuk erre ennek mindig beugrom. Mindig azt hiszem, hogy átveszik.
Jó, ez most... Gyerek, nem vesztünk sokat azzal, Ákos elmondja a híreket, mert egyébként visszacsörgünk, és Csaba még mindig visszacsörgünk. Így van, így van. Iszonyatos a harcénünk. Aha, na jól van. Hát nem tudunk, nem egyszerű egy reggeli műsornak. Haló? Ja, azt hittem, hogy lehúzta. Nem, szóval Csaba lehalkította, hogy itt vagyunk ebben. A tanulság egyébként, hogy szakmailag azért nem egyszerű egy reggeli műsorként bekerülni egy másik reggeli műsorba. Komolyan mondom, nem egyszerű. Uh-huh. Bocséknál se volt egyszerű, a Debrecen áramszünet lett, a Gongva Csaba most nagy koncertet. Jó, mondjuk, nem tudjuk, hogy ez egy egyedi esete, mert hogy ezen a téren csak nekünk vannak tapasztalatunk, senki másnak nem jut az eszébe, hogy betelefonálja egy másik rádióba. Hát gyerekek, nagyon jó, imádom ezt a részt. Jó. Jó. Igen, kihalt a spontaneitás a szakmátokban, ezért hallgat mindenki titeket. Én azt hittem, hogy egyszerűbb dolgunk lesz, mikor ma reggel úgy bejöttünk, hogy gyerekek, ma végig raboljuk az összes kereskedelmi rádiót, és mindenhol nyerünk egy pizzát, egy hétvégét, aztán majd odaadjuk a hallgatóknak. Egyelőre ez zéro, egy rohadt vízforralónk van. Én már láttam a lelki szemeimben. Egy nyomorúságos vízforraló. Ahogy Balázs, középen Móni és én a siófoki nyaraláson hétvégén el vagyunk. Pizzáztok a ladában. Igen, pizzázunk. Forra víz a vízmelegítőben. Igen, hozzánk egy országos kereskedelmi, könnyebbek, valaki betárs azt, hogy ha velünk akar beszélni. Haló? 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 Na majdnem kibekeltük. Haló? Haló? Itt vagytok? Csaba? Csaba? Csaba. Nincs több dal. Elmegyünk érezni. Elfogyott. Vége a koncertnek. Elmegyünk érezni, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon továbbra is, és érdekes, már-már tudományos kísérlet zajlik. El vagyunk mi átkozva, gyerekek. El, gyerekek, nincs szerencsénk. 3-3, vagy téged gyűlölnek. 3-3, illetve egy vízforraló, úgyhogy vagy az ember ki mondja a nevét. És azért ezen is el kell gondolkodni, ugye? Hogy 3-3-szor áttették a telefont, ugye? Illetve hát Csabáiknál elvileg áramszünet volt. Nem. Csaba gyakorolt nyilván. Igen. Bár megtudtuk, hogy Csabával a második beszélgetés már úgy készítettük, hogy ott egyébként nem voltunk élőben, csak ő beszélgetett velünk. Tehát, hogy ott ugye nem szóltunk élőben. Ugye a kísérlet jellege tulajdonképpen az, hogy mi történik akkor ma Magyarországon, ha egy országos kereskedelmi rádió reggeli műsora egyszer csak teljesen váratlanul betelefonál egy másik rádió reggeli műsorába. Helyi rádió, regionális rádió, mindegy, hogy miről van szó. A lényeg tulajdonképpen, hogy megnézzük, hogy reagálnak erre azok az emberek, akik egyébként ott ülnek reggel, és valószínűleg egy interaktív, élő, az improvizálásra alapuló reggeli műsort készítenek, vagy hát legalábbis nekünk ez él a fejünkben. És ugye nem is mindig országos rádiókat hívunk, tehát én valami helyi rádió, regionális rádió, tehát hogy változtatjuk, mert van egy csomó nyereményük. És ha persze. Tegnap megéreztük az ízét annak, hogy milyen nyerni, mert ugye nyertünk egy vízforralót, és eldöntöttük, hogy ezen a héten megpróbálunk minél több mindent begyűjteni, hogy végre 9-10 év után egy kicsit mi is átérezzük, mert hogy mi azt szeretjük, a hallgató nyer, de azért picit néha jó nyerni. Hát meg egy vízforraló azért jó, de nem akkor a buli. Tehát, hogy azért még itt ott összeérhetünk belé, esetleg valami ennivaló, valahol aludni lehet, valamivel utazni lehet. Egyébként szerintem a játékok apró betűs részében csak az van benne, hogy a cégnél dolgozók, illetve hozzátartozóik nem játszhatnak másik rádiótól. Az biztos, hogy rádiósok nem, persze. Na most vagy ránk teszik a telefont, vagy nem jutunk el a műsorvezetőig, vagy áramszünet van, ugye pont a Gongrádióval beszélgettünk. Vagy mint Csaba szilofonozza az egész megszólalást. Csaba, aki álltak a Gongrádióval beszélgetni, egy brutális szilofonkoncertet adott nekünk. De nem jutottunk el, sőt, mint azóta sem jutottunk el hozzá, se Annának, se Lacinak, senki az ég egyet a világon nem vette fel a telefon, tehát többet nem tudtunk a Gongrádióval kapcsolatot létesíteni. Egy utolsó kísérlet. Még, nem a Gongrádió, megyünk tovább. Menjünk biztosan, hívjuk fel a Lánchidat. Ők át is tudják hozni. Nem a Gongrádióval megyünk tovább. Kalocsa rádiót hívjátok fel. Parkoló órát lehet nyerni fütyülős játékkal. De hogy? Hogy a nappal? Hát gondolom, hogy nyersz 2 óra ingyen parkolást. Elviszed az órát. Nem, kis rádió, kis költségvetés, azt hisz, és elmentek egy fényfűrészre, azt kivágtak el parkoló órát. Továbbra sem teszünk le arról, hogy mi szeretnénk bekerülni, azért, mert mi egy reggeli műsor vagyunk, minket ne diszkrimináljanak. Mi hadd játszunk ugyanúgy. Hát nem lehetünk kizárva, hogy mi játszunk más reggeli műsorban, ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy ébredünk, ugyanúgy szeretnénk mi is nyerni egy picit. Úgyhogy Kalocsa Rádió, Korona Rádió, fütyülős játék. Az utolsó kísérlet, már a holnap tovább folytatjuk, mert aztán 9-től júli rovatával megyünk tovább. Hívjuk? Nagyon jó. Megnézzük? A Gong Rádiót elengedtük. Na. Csak kalocsai parkolásra jó, vagy Pesten is nekem tök, mint a gyerekeztért húsvétre. Parkolórát. Mentek Kalocsára? Elmentek Kalocsára, már van 2 óra ennyi parkolás. Egy óra. Vasárnapban úgy csak kell fizetni, biztos ez a lényeg. Megnézzük. Ott reméljük, hogy a Kalocsa Rádiónak van reggeli műsora. Rádió, tessék! Jó reggelt kívánok! Sebestyén Balázs, Morning Show, Hello, Klassz FM. Élő adásban vagy, hello, itt a Jani meg a Feri.
Jó reggelt! Jó reggelt, Németh István Kalocsa. István, várjál, István, hello. Te recepció vagy már a műsorban, vagy műsorvezető, de műsoron kívül hol találtunk téged meg? Vagy te mit csinálsz ott? Én most csak fölvettem véletlen a telefon, de mi vagyunk műsorban, igen. Ti vagytok műsorban, tehát te a Korona Rádióban reggel műsort vezet. Ó, igen. Aha. Szuper. Na. Többen vagytok? Többen, igen, ketten. Ketten, ki a másik? Én vagyok, én is, Füstös Éva, szia. Éva. Na. Köszöntöttünk téged, nem emlékszel a születésnapodon? Ó, hát mi beszéltünk, 1000 évvel ezelőtt így hívtatok a... Tényleg. Igen, még akkor tudod, még a honfoglaláskor beszéltünk. A honfoglaláskor, és ti egyszer fölhívtatok pár évvel ezelőtt, a szülinapunkon bejelentkeztetek. Tényleg. Tehát tavaly előtt lehetett, ja. Ha most ezt mondod, igen, így már emlékszem, de elvileg erre nem emlékeztem. Törbért a mutyi. Igen. Most nálatok is élőben vagyunk egyébként? Nem vagyunk élőben, mert nálunk 55 másodperc van egy dalból. Milyen, dal, milyen dalt hallanak éppen most a kalocsai? Megmondjuk, hogy... Eli Kinget, egy lendületeset. Egy lendületes Eli Kinget. Jó. Nem érne meg egy lendületes lekeverést? Össze tudunk kapcsolódni élőben, mert azt hallottuk, hogy van nálatok egy füttyös játék. A füttyös játék az később van, nem, de van legyen... egy másik, tippelni kell, majd megmondjuk, hogy mit, jó? Na, mi a nyeremény? Mi a nyeremény? A Korona Rádiós ajándékcsomag. Ó, egy forraló is egy ajándékcsomag. Koronás parkolóra. Koronás parkolóra. Parkolóra. De nem az az utcai állós. Hanem? Hanem az a papír, amit be lehet rakni a kocsiba. Jánosék mennek egyébként Kalocsa felé. János na, 2 óra ingyen parkolásért a fél kezét odaadja. Lemegyek gyalog érte. Na, szóljatok, ha adásban vagyunk akkor, jó? Addig maradjatok, jó, maradjatok. Most? Szerintem most vagyok adásban, csak hogy a hallgatókat is tájékoztassuk arról, hogy mi történik. Éppen most kaptunk egy telefonhívást egy másik rádióból, amelyet úgy hívnak, hogy... Klassz FM! Halló! Jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Hát itt egy összeszokott csapatról van szó akkor, ahogy halljuk. Nagyon egy húron bendültök, hello, ahogy ezt egyszerre mondtátok. Üdvözöljük a hallgatóitokat, hello, drága kalocsaiak! Sziasztok, hello. Na. Nekünk van egy kísérletünk, hogy ez a rádió reggeli műsora be tud-e kerülni más rádió reggeli műsorába, és meg kell, hogy dicsérjünk benneteket, ez nálatok ment a legflottabbul. De tényleg. Tényleg. Aranyosak eddig, voltatok, jó fejek, eddig 3-ból 3-an letették a telefont, hogy meghallották azt, hogy Sebestyén Balázs. Mondtam, hogy Balázs Morning Show, hogy konkrétan mindenki letette a telefont. De aztán... mit tudjátok meg ennyire? Nem tudom, szerintem azt hitték, hogy tréfálkozunk, visszahívtuk őket, felvették, és azt mondták, hogy megszakadt, vagy nem tudom, de nálatok ez baromi flott volt. Tehát, hogy hihetetlen. De ez utólag már ócska kifogás, nem? Hát igen, igen. De egy vízforralunk már van azért. Tegnap a bocsétől. Vízforralunk. De szeretem, hogy ti is nevettek rajtuk. Ugye? De milyen vízforraló? Tűzpiros vízforraló. Yes, mi az, mondják, hogy milyen vízforraló? Ezen picit mi is meglepődtünk, hogy vízforraló a műzikon az ajándék, de hát de vízforraló. Jó. Jó, nálunk is nagyon hasznos ajándéki lehet tippelni. Akarjátok? Jöjjön persze, a játék. Ezért persze telefonáltunk, jó, igazából. Mi jó a kérdés? Tehát van egy fütyülős játékunk, az sajnos később van, tehát abban nem tudtatok belevezni. Nincs egy ilyen extra valami, hogy no, belőle egy extra fütyülhetünk még egyet? Van extra valami, tehát van nekünk, képzeld, de koronarádiós kesztyünk. Eszméletlen jól néz ki, fekete. Igen, tavaszi kesztyűk. Igen, mert tél van. Már látom magam előtt. Igen. Meg van olyan parkoló óránk, amin be lehet állítani a 2 óra parkolást, mert itt a belvárosban meg vagyunk. János itt a levegőbe vagyunk. Csapott. Nagyon jó. Csupa hasznos dolog. Ez abszolút. Hát János nagy országjáró, persze. Na, oké. Már csak egy kérdés van. Meg kell tippelnetek, hogy mennyibe kerül a világ legdrágább kölnie. Oh. Balázs. Ez a tereszortod. A világ legdrágább kölnie. Hát ez biztos valami nagyon drága. Várjál, tóligából nem mondtok valamit? Nincs tólig. Euróban, dollárban. Kettő darab típ jött, pontosabban több, de a legszélsőségesebb az alsó határ 500 000 forint, a felső meg 230-80 millió. Annyira. 230, tehát kb. 1 millió dollárt mondtak rá, ugye? Körülbelül. Nagyjából igen. Aha. Kettő darab típ van eddig? Nem, több van, csak ez az alsó és a felső. Ja, az első a felsőt mondtátok. Valami pézsmából, meg ámbrából, meg kell ölni miatt egy falka, hogy hívják, cetet, meg igen. 60 000 darab. Aranyok, kupak. Falkában locsolók járnak, az a felé. Én fölé lövök, én azt mondom, hogy több mint 1 millió legyen, mondjuk, mert biztos lehet, ez üveg is számít, hogy arany, ha tudod, persze, az egészet kell, nem csak, ami benne van, gyémánt, és azt mondom, hogy mondjuk 3,5 millió dollár.
Én is fölé szoktam lőni, de csak külön kérésre. 3,5 millió. Határozd meg forintban is. Forintban? Várjál, ránézek a valuta traderre. Nézzük most egy kicsit eset. Mondjuk legyen forintban körülbelül mondjuk ilyen majdnem 1 milliárd. Mondjuk 800 millió. Nem, hát 800 millió. Borzasztóan sok. Igen? Hát nagyon sok. Na jó, de az a lényeg, hogy fölé lőjek most az a legfelsőbb tippeket. Ha 1 millió dollárnál 1 dollárral is több, akkor mi nyertünk, nem? Ja nem, mert hogy akkor ki van közelebb. Jó vagyok a tippelős játékban. Jó, akkor legyen 2 millió dollár. Az is sok. Az is sok, sok. Legyen 500 ezer dollár. Alakulunk. 600 ezer. Mondjátok, hogy hideg vagy meleg. Le. Egy éppen erre szeretem rátenni, hogy akkor langyos. 300 ezer. Van egy olyan érzés, hogy mindenképpen el akarjátok minden ajándékokat. Figyelj, nekünk nagyon kell. Nagyon kell. 200-at mondok utoljára. Én már feszülök. Elúszni látom a kalacsai hétvégét. 150 ezer dollár. Ez az utolsó ajánlatom. Na akkor mi a vége? Ez az utolsó ajánlat. 150 ezer dollár. 150 ezer. Több vagy kevesebb? 150 ezer. Leütöttük. Kevesebb. Jól tippeltek. Na ez az! A parkolóra. Aha. Vízforraló. Most minden a 10 tippből melyik volt a jó? Tényleg, mennyibe kerül valójában? 35 millió forint. 36. Hát, a 100 ezer. Hát ez kicsit több, mint 100 ezer dollár. Igen. Igen. Évente 5-öt csinálnak belőle mindösszesen. Azt a mindenit. Tudjuk, hogy miért ilyen drága? Tehát az üveg, vagy maga a folyadék? Mindkettő. Hát igen, van benne 24 karátos arany is a díszítésben, meg ilyen, ilyesmik. De nagyon szép. Uh-huh. Hát nagyon klassz. Úgyhogy nagyon jó ajándékötletet próbáltunk nektek adni. Nem tudom, mennyit kerestek. A Viki már írt, hogy abszolút. Viki már írt, hogy ez neki nagyon jó. Na, jól van, hát nagyon drágák vagytok. Köszönjük szépen. Akkor természetesen, hát nyilván számítunk erre az ajándékcsomagra. Kiveszi föl az adatokat. Hát azt mondtátok, jöttök erre fele. Na, Jani beugrik, van 2 óra parkolása. Egész évben? Ha, igen. Igen. 2 óra parkolása van minden napra. Igen. Nagyon jó. Puszolunk benneteket. Hát rá, vagy te köszönjük szépen. Erre a Jani, de szeretettel várjuk érte, és akkor nektek is küldünk valamit azért, jó? Lesz egy országos turnénk, nem sokára megyünk, arra beugrunk. Tényleg, valaki elmegy. Ha esetleg átruházhatok, akkor bármelyik kalocsai lakosnak féláron átadom. Puszi nektek, köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Ciao! Hello. Hello, hello! Sziasztok! Hát komolyan mondom, le a kalappal. A kalocsai korona rádió, a gyerekek, így kell vezetni egy reggeli műsort. Tehát innen indul. Lazán, nem feszülsz. Itt vannak a Balázsik, úristen, leteszem. Így, hello, van. Mindjárt adás, fél perc, játszunk egyet. Értem, hogy csinálni? Valaki nagyon büszke a virtuóz xilofon játékára, de hogy... Mondjuk az viszont művészet. Csabát DJ-jük meg azért, ahogy xilofonozott. Azért nem volt rossz. Nem volt rossz, gondolom, híres hír fesztivál 2016. Ján Bocsaba nagy koncert. Lehet, hogy lábba játszott. Azért úgy nehéz. Na, oké. Egy pont nekik, ezt megadjuk. Jó? Ezt így kell csinálni. Jó. Tehát a többi rádiónak, ez egy mint a beszélgetés. Akkor lehet, így van, a korona rádió hozta az elváratot. Jó, így kell. Így van. Jó van, 9 óra után Julival folytatjuk, úgyhogy egyelőre megszakítjuk nagyon súlyos és közérdekű társadalmi kísérletünket, hogy hogy lehet egy reggeli műsornak egy másik rádió reggeli műsorába bekerülni, de holnap ebben még van 2 kör. Úgyhogy most megyek, mert felveszik az adataimat. Jó, indul csalókkalocsára. Mi mutatjuk, hogy mi a beugró hármasugrásra, figyelj mindenki. Ez a beugró hármasugráshoz. Azért nem mondjátok, hogy nálunk nehéz nyerni, mert ez... Ezt még Csaba is tudná, ha nem szilofonozna. Nem lehet tudni, lehet, hogy jön lesz a játékosunk. Gyerekek, a napkérdése, mit csinál most Csaba? Mi szól a gongon? Tényleg, Csaba azóta előkerült-e már, írjátok meg nekünk. Jó, gyorsan egy-két közlekedési hír még, ami talán fontos lehet. Brutál jó a kalocsai csaj hangja, írta nekünk valaki. Igen, nagyon helyesek voltak egyébként mind a ketten. Trafiszentes belterületén a Csongrádi úton, a 70-es táblánál mérik a rendőrök a forgalmat. Csoki guru küldte nekünk, és Tatánál a 117-es kilométernél most élesítik a trafit, vagy a 117-esen inkább szerintem. Mondjuk Csaba is bármikor nem Tatánál, lehet... hanem Tatánál minden más stimmel. A Tatánál. De hogy kerülöd a nagyfaterot? Az info, de jó. De hogy kerülöd a nagyfaterot? Tata minden nap miért. Jó, ha pedig esetleg ti is hallgatói vagytok egy-egy regionális vagy helyi rádiónak, és tudjátok, hogy melyik blogban, melyik rádió, mikor, mit játszik, és mi a nyeremény, egy elérhetőséggel, egy névvel, léci szórjatok meg bennünket, hogy holnap tovább tudjuk őket kínozni. Jó? Na, jövünk mindjárt a játékkal, és Juli rovatával, Ákos, idejük. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show.
9 óra múlt pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, a sok vidámkodás után egy kis komolyság. Elképesztő képek a CNN-en, éppen azt nézzük. Ugye robbanás történt Brüsszelben egy reptéren, és hát mindenhol szétszórt csomagok, menekülő emberek, olyan videók, most a reptér belsejét mutatják, atya úristen. Ez nem kis bomba volt. Ez nem kis bomba volt, füst, rohanó emberek. Egyelőre sokkal többet mi sem tudunk, csak hogy a sérülteket ilyen bőrönszállító kis kocsival próbálják kihúzni, akik a robbanás után ugyan életben vannak, de annyira sérültek, hogy nem tudnak kimenni. Annyi talán halott, információ, hogy az American Airlines becsekkoló pultjánál volt. Ez azért fontos információ szerintem, mert ha valakinek itt most tartózkodik rokona, esetleg utazás közben, akkor... Vagy átszállás, igen, persze, így talán ez lehet. Igen, információ. Hát ez valószínűleg megint az iszlám állam. Igen. Gyerek, kemény. Nagyon kemény képek. Mi is próbálunk majd holnap terjedelmesebben foglalkozni. Hogyne, persze, hát most még annyira friss, hogy igazából igen, ha lesz szemtanunk, hogy esetleg olyan hallgatunk, aki ott volt, vagy családtag, és esetleg tud, vagy akar beszélni, akkor mindenképpen megpróbáljuk megfoglaltatni. Hát most még csak ugyanazokat a fotókat is ismételgetik a CNN-en is, illetve van egy videó, ahol gyerekek, felnőttek futnak, szólnak az autók riasztói, és hatalmas füst árad ki a terminálból. Tehát ez egyszerűen... egyszerűen szörnyű, ha van friss, akkor Ákos is mondja természetesen. Na, mi megyünk tovább, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Azt nézem, hogy jött-e friss. Igen, van egy trafing az M6-oson, úgyhogy vigyázzon mindenki a 48-as kilométernél, valamint Tátnál a 117-esnél is most élesítik a trafit, ez pici küldte nekünk. Szentes belterületén a Csongrádi úton a 70-es tábla vége felé mérnek a rendőrök, vigyázzatok. Újhartyánnál már szuper trafi, Pomi küldte nekünk, ez az M5-ösön van, illetve a 43-as, 44-es kilométer között, egészen pontosan ezt egy másik hallgató küldte el. Pápán a Celli úton trafi, valamint 19. kerület Budapest, Báthory út 18-as szám előtt szintén kihelyezték a trafit, úgyhogy ott is mérnek. Na, írtatok még nekünk rádiókat, műsorokat, köszönjük szépen, mi ezt már lezártuk. Csaba de... üzenetét is megkaptuk egyébként, őt is természetesen hívni fogjuk, valamilyen sürgős dolga akadt, nyilván elhangolódottak szilofonkészlete is emiatt, nem tudott sajnos velünk beszélgetni, de fogunk vele is. Fogunk vele is beszélni, így van, ugye a Gong rádióból üzen nekünk, hogy azt hiszem talán lapszemléje volt, és ezért nem tudott velünk beszélni. Úgyhogy holnap ezt még azért tovább folytatjuk, rárontunk egy-egy rádió, helyi rádió reggeli műsorára, csak hogy megnézzük, hogy tényleg mennyire nehéz adásba kerülni. Egyelőre egyértelműen mondhatjuk, hogy a Kalocsai Korona Rádió abszolút vezet. Nem? Így van, a mai négyesből ők voltak a legkorrektebbek. Ugye a Bocsék is jó arcok voltak, csak hozzájuk nehéz volt bekerülni, mire átverekedtük magunkat, talán Barbarán, aki ránk tette a telefon, nem tudom. De a mai felhozatalból a Kalocsai Korona Rádió, ők nagyon helyesek voltak. Hát meg Bocséknál azért nem volt kicsi a tét, mert mégis csak egy vízforralóért ment a harc. Most izgulnak, hogy nehogy a másikat te vidd el. Nem, már nem. Igen, igen. Halljuk, hogy miről beszél. Én már elégedett vagyok a kalocsai parkolással. Igen, és még holnap tovább folytatjuk. Mert hogy van egy csomó. Van, a Morning Horda tovább zabrál. Bizonyám, rámegyünk mindenre. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy Julival folytatjuk már is. Julival mindig történik valami. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Sziasztok! Hello, meg se fordul a fejetekben, hogy a Csaba visszatrollkodott titeket? Azzal, hogy xilofonra rakott 20 percre? Hát, kevésbé lehet, de ahhoz nagyon kell szerintem, hogy valaki kis ravasz legyen. Tehát inkább én azt hallom ilyenkor, hogy pánik van, nem tudják adásba, adásmenet, fölborítsák, bekapcsoljanak, mit szól a program, lehet, igen, nem lehet. Tehát inkább a káosz, mint az, hogy tényleg meg őket, dobjuk ki és hallgassanak xilofont. Meg ilyen akkor van értelme, hogyha hallják a hallgatóid. Igen, ráadásul nem az szólt. Igen, tehát és akkor ha elmondta volna ezt adásban, akkor oké, a dolog, de hát ő nem szólt egy szót se. És mi lesz, ha elkezdenek minket meghekkelni? Jönnek ide mazsorett csoportot. Jaj, Istenem, hát bárcsak, hát aztán bárki betelefonál. Tehát imádnám most valahol tényleg, nem tudom, egy soproni rádió reggeli műsorra betelefonál. Hallották, hogy tegnap mit csinálunk, és holnap viszont bejönnek fekete fejret játszani. Megadjuk rá lehetőséget. És hogy pont Tóth Gáborba lépnek bele? Gabi nincs holnap. Nem, nincs, értem, de hogyha mi van akkor, hogyha pont most a Juli rovatán... Vagy ha most csörög a telefon, és azt mondják, hogy játszani akarnak veletek. Akkor mi is azt mondjuk, hogy nem. Tehát a fix rovatokat, azokat nyilván nem engedjük. Aha. Tehát az érthető. Tehát, hogy a Gabi átutazza a várost, idejön, készül, és azt mondja, hogy Gabikám, ne arra, hogy egy pizza szeletért, és két darab színház egyet, mi most játszunk, vagy te is készülsz erre a rovatra. Nem, de hát kevés ilyen fix elemünk van egyébként. A Gábor van, te vagy pénteken a kérdezfelelek, ami azért egy elengedhetőbb rovat. A trollpercekkel mi a helyzet most akkor? A trollperceket a törött kommentek miatt mi elengedtük. Mert most ez van a helyet egész héten. Sok, rájöttük, hogy sokkal izgalmasabb, amit csináljuk, mint egy troll véleményét olvassuk fel.
nagyon sokan törölnek, nagyon sokan tisztítják már a saját oldalukat, és nincsenek olyan igazán bevállalható posztok, ami miatt mi úgy döntöttünk, hogy ezt akkor abba adjuk. Figyeljetek, egy technikai jellegű kérdésem lenne, mielőtt bármi bejelent. Mi ez a piros gombit előttem meg? Ha megnyomom, akkor felreplek. Ahogy jövök végig a Hungárián, mindig döpcenek egyet, ahogy átmegyek a csatorna fedőkön, hogy ez direkt van így direkt kialakítva, hogy fölötte van, vagy alatta van, hogy lefolyó róla az esővíz, hogy belefolyjon. Ez a világon mindenütt már megoldott, ráadásul elárulom neked, hogy egy magyar technológiával oldják meg, egy magyar ember találta föl, hogy lehet azt megcsinálni, hogy a csatorna fedél egy csíkban van az úttesttel. Ezt a világon már mindenütt tudják alkalmazni, még nálunk nem. A csatorna szintjéig de akkor nem direkt, tehát nem azért csinálják, hogy lefolyjon róla az esővíz, hogy belefolyjon. Nem tudjuk megcsinálni, vagy megsüllyed. Nem tudom, fogalmam. Vagy hogy lássák, ez egy külön vállalkozó készítés, hogy így érezzék, hogy az meg van csinálva. Az ott van. Jó, szóval nem koncepció. Oké, rendben. Ne. Csak egyszerűen nem megy nekik. Ne. Na, igen. Szóval nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a női magazint. Persze, hogy rendszeresen. Ez azt gondolom egyébként az egyik legszínvonalasabb, legjobb női magazin Magyarországon. Ha találkoztatok vele ebben a hónapban a feminizmus kérdéskörét járják körbe. Uh-huh. Minden cikk, amit olvashattak benne, ezzel kapcsolatos, ennek hol dudavrát járja körbe. És van benne egy cikksorozat, 12 magyar közszereplő gondolatai a feminizmusról, uh-huh, amelynek a kezdő oldalán a Lilu látható. Uh-huh. És lehet, hogy hallottátok is ezt a botrányt, hogy itt van ez a fotó, egyébként Lilu itt áll, egy gyönyörű jó kép róla, fekete-fehér, pucér. A lényegi részeket két szövegcsík takarja ki, az én testem, az én döntéseim, uh-huh, felirattal. Hát igazából fürdőruhában is lehetne. Hát igen, ott csípőtájban azért jobban látszik, hogy nincs semmi, így van, egy piros csík van, meg egy sárga. Igen. És ő ezzel... És ha olvastátok, vagy hallottatok róla, akkor van egy Kolmos Anett nevű hölgy, őt nem annyian ismerik, mint egyébként a Lilu, de egyébként egy nagyon-nagyon jó tollú csaj, én stand-up comedy is, egy humorista, és egyébként nagyon-nagyon jó cikkei is vannak, rendszeresen publikál. Ő egy cikkben kérte ki magának, hogy a Lilu az nevet közdön az ő nevében, meg az egyenjogúságért, uh-huh, meg egyáltalán, és hogy kikéri magának. Na most beszélj majd arról, hogy mit mondott az Anett, de hát most van itt nekünk egy nő, te. Tehát az sokkal fontosabb, hogy kíváncsiuk, hogy ki mit gondol, igen, erről. Nekem erről elég határozott véleményem van, hogy ez jó vagy nem. De kíváncsiuk, hogy te nő, és tök jó, hogy ezt te hozod, ön három pasi ezt megbeszéli. Az... Ott vagy a 12-ben? Írtál valamit? Küldesz egy cenzúrázat? Igen. Ugye senki más nincs mesztelenül. A piros csík maradhat, a sárga kerüljön. Senki más nincs mesztelenül, csak ő egyedül, és vele indul ez az egész cikk, tehát egyfajta felütést ad ennek az egésznek. Én azt gondolom, feminista az, aki azt gondolja, hogy aki az egyenjogúságért harcol, és én azt gondolom, egyenjogúságért, egyenjogúságról gondolkodni, azonos jogokról gondolkodni, értékes gondolatokat átadni, félmeztelenül vagy mesztelenül nem lehet. A nő az egy erotikus vágyálom, és abban a pillanatban, ahogy én ledobom a ruhámat, én kiszolgálom ezt a vágyámot. Én nincs gondolom, hogy te ezen ki voltál? Nem vagyok ki rajta egyébként, de azt gondolom, hogy ha egy feminizmusról szóló cikkről beszélünk, akkor ne vetközzél le, mert nem megy át az üzenet. Aha. Tehát én azt mondom, hogy kikérem magamnak a diszkriminációt. Ó, jól ezt a fősét. Szerintem ez egy, szerintem szar dolog, hogy a nők 80%-át diszkriminálják, és nem is. És ez senki nem jelenti, akkor ebből egy rohadt gondolat nem ment át. Látod, nézd meg, komoly dolgokat mesélt, és mi arról beszélgetünk. Most bocsánat, most egy beltartóba ült itt. Hát azért csak kihúzom magam, azért arra csak ránézek. Hát fussunk neki még egyszer ennek a mondatnak, de ne húzd föl közben. Jó, de nem tudom, ez a kis kék csipkés beltartó, amiben van. Tehát, hogy pont erről szól a történet, hogy abban a pillanatban, ahogy egy nő tiszteletet és megbecsülést és azonos jogokat akar, és arra vágyik, hogy nem, mint szexuális tárgyat tekintenek, majd ledobja magáról a ruhát, tulajdonképpen kiszolgálja ezt az igényt. Tehát én olcsó hatásvadászatnak érzed azt, hogy ő levetkőzött? Ebben az esetben én nem tartom okos gondolatnak, hogy ez a cikk ez így jelent meg. Uh-huh. Ugye az a felszólalá, vagy az a képírás, az én testem, Az én testem, az én döntéseim. Igen, vagy egyébként ugye mindegyik, tehát, uh-huh, hogy nyilván a cél az volt... A többiek is mesztelenek? Nem, senki hát más. 12 nő szólal meg, nem csak nők, mert férfiak is megszólalnak benne. 12 közéleti személyiség mondja el a gondolatait erről, csak a Lilu
mesztelen, de aha, hát ő se egyébként úgy mesztelen. Hát nem mesztelen, igen. És nem pucsít, és nem csücsül a szájával, pedig, és nem a szexuális energiáival akar téged elvarázsolni, de azt gondolom, hogy itt akkor se kellene ez. De pont most mondtad ki a legfontosabb dolgot, hogy ez a kép, ez nem arról szól, amiről te beszélsz. Ez azt jelenti, ez nem a nőt jelenti, most nem a mesztelenséget jelenti, hanem azt jelenti, hogy itt állok, igen, és azt csinálok, amit akarok. Jogom van hozzá, hogy én mesztelen legyek. Na most mondom, várjál, mi a helyzet. Értem, hogy az én testem, az én döntéseim egyébként, olvastátok, hogy miről szól? Vagy igen, hogy mit mond egyébként? Mit mondott, hogy szereti saját maga irányítani az életét? Igen, ő irányítja az életét, és akkor várjatok, hogy hagyj emeljek ki a végéről egy részt, mert hogy ez fontos. Senkinek ne kelljen az elvárásoknak, a korszellemnek vagy a divatnak megfelelni, csak a saját ideájának. Ma már én is jól ismerem, és jobban is vagyok a testemmel, nem csak elfogadom, de törődöm is vele, próbálok jó minőségű ételeket enni és sokat mozogni. Igen, büszkén vállalom a testemről készült fotót a magazin kampányában, és mindenkinek ugyanezt tanácsolom, vállald őszintén magad és a tested, igen, mert az csak a tied. Na, azt gondolom, hogyha önelfogadásról, meg a testem felvállalásáról, meg egyebekről van szó, akkor én nem a Lilut kértem volna. Igen, itt látsz egy nőt, aki egyébként itt szerintem élete formájában van ebben van a pillanatban. Itt van egy tökéletes testűnő. Tehát, így... Itt van az a nő, aki miatt egy csomó nő nem képes az önelfogadásra, meg az önazonosságra. Tehát, hogy ez a típusú nő az, ami mindenhonnan jön, és ezek miatt, a típusú nők miatt van egy csomó nő nem képes elfogadni a saját testét, nem képes kibékülni a saját testét. Ez a zavarod. A Lilu elmondta azt ebben az interjúban, vagy ebben a várja, hallgass végig, elmondta ez azt, hogy ő nagyon sokat dolgozott azon, hogy elfogadja a saját testét, és jössz te, aki azt mondott, hogy téged zavar a Lilu jó teste, mondott, hogy te ezért nem vagy hajlandó elfogadni ez saját magad. Ez nem bátorság, ezzel a testtel kiállni, nem persze, bátorság. Persze, sem a Lilu részéről, és sem a magazin részéről. Ők nem kockáztattak ezzel a fotóval. Az, hogyha odaállítanak egy csüngő hasonlőt, akár a Lilu gondolataival semmi gond nincsen, mert ezek tök ezek a gondolatok, csak a gondolatok nincsenek összhangban a látvánnyal, mert ez a nő, nem ő a megfelelő, ez a női test, ez bármilyen férfi magazinba beférne, mert annyira top formában van. Mert szép, mert lapos a hasa, mert izmos, mert jól néz ki. Azt mondja, hogy nem volt ilyen, dolgozott ezen, hogy elfogja. Figyelj, én el tudom képzelni, mekkora harcok voltak a Lilunak, hogy mekkora, mennyit dolgozott azért, hogy ő ilyen legyen, hogy lehet, hogy volt a szülés után neki egy olyan időszak, amikor nagyon nem volt kibékülve a testével. Én ránézek erre a képre, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy itt áll egy szuper jó nő, aki azt mondja, fogadd el magad. Elfogadtam magam. Mindenki elé. Egyébként rohadt jól nézek magam. Ki. Na, hogy elfogadtad magad, de 10 nőből 9 nem így néz ki. És én a magazinra haragszom, hogy őt tették ide. Értem, hogy mit mondasz, nekem is több bajom van ezzel a képpel, és én kedvelem a Lilut, és nem akarok róla rosszat mondani. Én nagyon figyelj, nekem ezzel nincs baj, most nézzük magát. Kép, nézzük úgy, hogy ott áll egy ugyanilyen nő, aki nem a Lilu, mert én a Lilu-val jóba vagyok, tehát nekem nehéz ebbe állásfoglalni. De az én testem, az én döntéseim, és látok egy retusált nőt. Tehát ez innentől kezdve nekem már nem megy össze. Nem megy össze, érted? Tehát az én testem, az én döntésem az, hogy valaki smink nélkül, retusálatlanul egyszer csak úgy ott megmutatja. Tehát innen indul a zavarom, nekem férfi. Nem tudom egyébként ez a kép mennyire van. Ez erre csak rá kell nézni, ez retusálva ez a kép. Egy picit az picit, igen, ne legyen. Nem, tehát ha az én testem, az én döntésem, abban szerintem tilos. Tehát ez pont erről szól. A másik, ami szerintem ennél nagyobb baj, hogy oké, igen, a Lilu most valóban élete formájában van, és ezt most ő remekül meg is tudta mutatni. Nekem ez az a bajom, hogy aki azt mondja, hogy a feminizmus jegyében vetkőzik, az pont az ellenkezőjét éri el ennek, érted? Amit te is mondtál, tehát hogy én nő vagyok, és a feminizmus egyébe levetkőzöm, hát passzus, pont azt akarom bebizonyítani, hogy a feminizmus arról szól, hogy nem csak egy nő vagyok, nem csak egy test vagyok, nem csak egy megbámulni való valami vagyok, nem csak arról szól, hogy én most tényleg pucsítok, vagy nem pucsítok. Egy tárgyat lássatok benne. Ha én levetkőzöm, és azt mondom, hogy ezt minden nő... minden nőért teszem, vagy minden nő szellemiségért, és minden nőért megteszem, akkor egyrészt magammal rántom ezzel a többi nőt, aki nem így gondolkozik magáról. Kettő, ugyanoda alacsonyítom le magam, amit közben nem akarom, hogy gondoljanak rólam. Tehát ebben van egy baromi nagy ellentmondás, amit talán te is mondtál az elején. Igen. Nekem erről ez a véleményem. Nem, hogy küzdünk az egyenjogúságért, be akarjuk bizonyítani, hogy nem csak egy punci vagyok, egy mell vagyok, de közben levetkőzöm mesteller, és azt mondom, hogy itt vagyok. De a küzdelem az egyenjogúságért pont arról kéne szólni, hogy megmutatom nőként, hogy én több vagyok, mint amit ti gondoltok rólam, és erre odával aki mesteller. Most függetlenül, hogy a Lilu vagy nem a Lilu, nem is a Liluról van szó, hanem mint egy mesztelenről. Ez egy baromi nagy ellentmondás. Ez egy rosszul megfogalmazott harc.
arca felindul. Ez ő erre mondhatja azt, hogy a hiba nem az én készülékemben van az, hogy én ideálok pucéran, és te csak egy cicit lát meg egy puncit, hanem benned, mert nem látsz ezen túl, és nem látod az én értékeimet. Na de hát ez egy szimpla biológia. Ránézel, és azt látod, hogy benne van. Az üzenet rossz, ugye levetkező mesztelen, és azt mondom, hogy egyenjogú vagyok. Ettől gondolja majd a többi, hogy egyenjogú vagyok. Érted? Hát ennek az üzenet az, hogy levetkőzöm, és azt mondom, egyenjogú vagyok. Senki nem fogja azt gondolni. Az ellenkezője. Mesztelen női teste, azt akarod hangsúlyozni, hogy egy nő benne csak a mesztelen női testet lássad a lelki szemeid. Ez olyan, hogy Feri behoz reggel egy, mit tudom én, egy hatalmas svéd asztalnyi kaját, és azt mondja, hogy gyereknek mindig a zabálással jár az eszedek. Hát basszus, hát igen. Aha, mesztelen női testre mi jut az bocsánat, csak egy mondat, én a sarkakatánál is nagyon szeretem, hogy fogadd el magad. Tehát, hogy nagyon jó. De mit, tehát az a nő, aki egyébként napi x órát van edzőteremben, onnan átmegy egy divat bemutatóra, onnan elmegy ide, napi 6 órát edz, és van babysitter, és mindenki, aki megoldja a dolgot, úgy azért baromi könnyű, de azért, amikor beleállsz, amikor azért vásárolsz, amikor magad. Azért gyereket nevelsz, amikor azért vezeted a háztartást, azért, amikor takarítasz, amikor felszesz néhány kilót basszus, és amikor nem biztos, hogy úgy nézel ki, ahogy te az elvárod magad, akkor azért sokkal nehezebb azt mondani, hogy persze, hát fogadd el magad, így nézel ki, tehát napi x óra edzőterem után, hogy Dukaiék, meg nem tudom, az Imányék, meg mindenki mondja és nyomja ezt a New Age-es fogadd el magad, és mi nők vagyunk gyerekek, napi 8 órában minden nő el tudná magát fogadni, csak nincs lehetősége, nincs egzisztenciá, hogy ezt megtegye, nem tud elmenni háromszor edzeni, nem tudom, hogy négyszer edzeni a héten, és igenis baja van önmagával. Tehát, hogy azért baromi könnyű valamit mondani, hogy közben a ráfordított idő, azért az nem életszerű. Ezeknél a nőknél azért ez sokszor nem életszerű, mert ez az életük, hogy konditeremről konditeremre járnak, hogy vásárolnak, hogy ide mennek, oda mennek. Most nem a Lilu, bocs, nem a Liluról beszélek, de nem a Liluról, csak arról a New Age-es, celebes, csajos vonalról, hogy fogadjuk el magunkat. Hát édesem, persze nagyon könnyű. Ha három gyereket nevez, háztartást vezetsz egyébként, főzöl, iskolába mész, leckét írsz, ide mész, oda mész, tanulsz. Vagy nem, feszes vagy, fiatal vagy, csinos 3 kilót, 10 kilót. Magad. Hude igen, nehéz. Tehát karcsunk könnyen, fiatalon így van, azért úgy könnyű. Tehát ez egy nagyon nagy csapda, és nektek nőknek a legnagyobb csapda, mert közül meg ezeket a nőket követitek, és önképzavarosak lesztek az a baj, pedig nem szabadna. Nagyon nem szabadna. Én értem ezt, ismerem ezt a fajta érzést. Ez olyan, mint amikor az ember kitesz magáról egy jó fotót a Facebookra, és érkezik rá 120 like, és ettől Istenem, valahogy ez akkora csapda nektek, ez az egész Facebook, az meg ez az egész őrület. Lemegyünk egy edzőterembe, kiposztoljuk, és akkor négyen beérek, hogy de csinos vagy, és akkor én abba gondolom, hogy tényleg csinos vagyok. Hát ez egy akkora önképzavar, az egész társadalom legnagyobb önképzavara a Facebook, meg az Instagram. Komolyan minden probléma ebből ered. Látod, hogy mások milyen jól néznek ki, követsz másokat, és belerohadsz, hogy neked nem ilyen az életed. Szomorú vagy, hogy ő tud edzeni, te ülsz a munkahelyeden, de azért követed és nézed, hogy mit csinál. A saját boldogtalanságodnak ágyazol meg azzal, hogy százakat követsz a Facebookon, és rájössz, mindenkinek jobb, csak neked rossz. Mit csinálsz? Megpecsételed a sorsodat. És azt látod, őt követem, neki is jobb, őt követem, jobban néz ki, őt követem, jó ruhában van, basszus, rosszul nézek ki, szar a hajam, nem szeret a férjem, és rossz neked. Nem csinálsz más, mint álvalóságban élő embereket követ, és tönkreteszed saját magad. Én ezért vagyok mérges. Szörnyű. Erre a képre. És nem a Lilura. Nem a Lilura, nem a Lilura, csak cuki csaj. Jól is néz ki, így van. Megdolgozott ő azért, hogy így nézzen ki. Én a magazinra vagyok mérges, mert itt volt egy lehetőség, itt volt egy zicser arra, hogy oda tegyenek egy tökéletlen nőt, és példaképet csináljanak belőle, és azt mondják, hogy nézd meg, itt vagyok, tök jól vagyok, jól érzem magam a bőrömben, elfogadtam magamat olyannak, amilyennek, mert pontosan tudom, hogy azok az értékek, amiről a feminizmus szól, azok nemen túliak. Így van. Na de várj, a másik 11 nem csúszott félre a mondani való. Nem. Hát akkor ez a 12 azt akartam most azért mondani, hogy én végig lapoztam a magazint, már ezt a részét, nem csak Lilut, az összes többi nő olyan benne a magazinban, akin gyakorlatilag egy gram súlyfelesleg nincsen. Látod? Tehát azért itt mindenki élete és szépségének teljében lévő csajci, egyetlen egy túlsúlyos nő például nincs benne. Tehát, hogy a magazin maga azért erre is nyilván nem, ráment ez, erre tudod, a dologra, ez más a mesztelenség, csak nem, mondom. Az a baj, hogy jelen esetben ez a mesztelenkedés, ez kicsit öncélú. Okay. Tehát amikor az van, hogy mondjuk egy szörmebunda ellen tényleg, és akkor ott levetkőzöl, és nem veszed, és annak legalább van valami, hogy ne üljük le ezeket a szerencsétleneket, de én nő vagyok, és a feminizmusért küzdök, és egyszerűen csak levetkőzök, abban nincs semmi. Tehát mi történik? Felháborodok, hogy nő vagyok, és ne csak meg akarjatok dugni, bocsánat a szóért, de közben megmutatom magam mesztelenül. Amit te is mondasz. Ez a legnagyobb ellenmondás ennek az egész kampánysorozatnak. És ez nem a Lilu hibája, jól néz ki, megszolgálta, basszus, volt annyi magánéleti baj a szegénynek, hogy egyébként megérdemli, hogy boldog legyen, és így nézzen ki, és tett érte nagyon sokat, én tudom, és megküzdött vele. Szerintem maga az újság kitalálóinak az üzenete, nem a Lilu hibája, nem biztos, hogy ez egy jó üzenet. Figyeljtek. Vagy talán nem éri el úgy a célját, ahogy elérhette volna. Azért legyünk őszinték, ezeknek a
színes magazinoknak semmi közük nincsen a valósághoz. Castingoljanak a négyes villamosnak a megállójába a valóságra, kíváncsi, hogy ezt akarják megmutatni. Nem. Tudod, mi a baj? Egy ilyen magazin, az is azért kettő nagyon járuszarcú, lehet így mondani, hogy fogadd el magad kampány két oldalra, később meg a nem tudom milyen cuccot vegyél, meg ilyen krémet használja, meg a ránctalanítót, meg nem tudom, hogy az egész azért kicsit közben rohadt álszent. Nem? Nem így van? Kettőt meg belelapoz, és megnézed, hogy milyen terméket árulna. Az álszentség bosszant, tehát pont ez az, hogy fogadd el magad olyannak, és egyébként egy olyan nőt teszünk oda, ja, mert hogy csúnyát, azt nem tettünk volna ám ki, mert hogy ezt ebbe alapban nem teszünk bele. És nézd meg, hogy az összes többi kép gyönyörűen stylingolt, nagyon csinos, mindegyiknek nagyon szép a sminkje, mindegyiknek nagyon jó haja. Nyilván egyrészt ugye ebbe a magazinba ez így kell, mert hogy elvárás, mert hogy ez hogy a stílusa. Nem. Másrészt pedig azért nagyon fontos, nyilván arról is van szó, hogy a feminizmus nagyon sokszor összemossák azzal, hogy ez sok ilyen leélt nő, férfi gyűlölő, önmagával elégedetlen pasi, illetve nő, akiket senki nem vinne az ágyába, tehát hogy nyilván nem akarták ezt a fajta sztereotípiát erősíteni, azt akarták, hogy lássák, hogy mindenki lássa, hogy ezek erős, szép nők, akik valóban kiállnak a saját jogaikért. Én nem tartom szerencsésnek azt, hogy ez az egész interjú sorozat a Lilu Mesztelen képével indult, annak ellenére egyébként egy tök jó kép, és ez is egyébként milyen fura, hogy... Nem tudom egyébként, azért azt érdemes lenne megkérdezni, lehet, hogy ha Lilu nyilatkozik, holnap megkérdezzük, de nem bántó szándékkal, mert gyerekek egyébként tényleg mindenki úgy vetközik, ahogy akar, tehát ezzel nincs baj. Így is értelmezheted, látott Feri meg azt mondja, hogy az ő teste miért ne tenni meg, tehát ezt nagyon sokan így gondolják, csak hogy ez ő mondta, hogy ő ezt így dobná be, vagy valaki kérte, vagy az újság mondta, tehát ugye nem látunk átérben, én nem tudom az infót egyébként. Hogy miért csak ő egyedül Mesztelen. Na hát ez egy érdekes dolog, hát nem, megkérdezzük, nem tudom. Beszéltem én vele. Nagyon nehéz nektek, Gyuri. Én annyira, például, én ha újjá... Juronics Tamás miért nem vett között? Én ha újjá születnék, és... Az egy testem az én ő azt mondta tennap egyébként, hogy ő nem hajlandó ebbe a cica harcba beleállni. Kicsoda? A Lilu. Ja, mert hogy megpróbáltad elérni, hogy beszéljünk vele. Azt mondta, hogy ő erről nem akar beszélni. Benne van minden, ő fölvállal egy festét. Ez fontos, hogy tegnap mi kerestük, hogy megadjuk neki a lehetőséget. Igen. Próbáltunk vele beszélni, ő azt mondta, hogy ő nem akar ebben védekezni. Nem is, persze, értem. Megvédi a saját testét, ő hozott egy döntést, ő azt úgy döntött, hogy ő közszemlére teszi a testét, mert ő megteheti, ő rendelkezik a teste fölött. Az én testem, az én döntéseim, ez a cikknek a címe. Oké, rendben van, és ez teljesen rendben van így. De nem azzal az üzenettel, amit ő mond. Nem könnyű. Nekem komolyan, ha újjá születünk, akkor én nagyon dolgozok azon. Hogy nő legyen? Nem, hogy újra férfi, mert nem sokkal nehezebb nektek. Sokkal nehezebb, sokkal nehezebb nektek. Tehát én maradok a baknyúlnál. A régi álmod. De legyél anya, legyél feleség, legyél csinos, legyél sportos, főzzél, de legyél jó anya, de lásd el jól, aki egy gyereked, de menjél edzőterembe, de felej meg otthon, de legyél háziasszony, de szexelj jól. Szóval annyira összetett a szerepetek, hogy, és ha valahol kicsit sérültök, vagy valahol nem adtok 100%-ot, akkor jön a kegyetlen férfi, aki erre lecsap és azonnal kihasználja. Hogy ebben nem vagy elég jó, vagy abban nem vagy elég jó, vagy nem elég jó a feneked, vagy nem elég jó, vagy izmos, vagy nem foglalkozol egy gyerekkel, vagy szarul főzöl. Érted? Tehát, hogy míg a Palinak mi van, elmegy, meghozza a zsákmányt, ha azt jól csinálja, akkor nagyjából ennyi a feladat. Nyilván férfiak ránk is hárul, mert azért foglalkozol a gyerekkel, próbálsz jó apa lenni, csomó szerepünk van, de a ti szerepetek sokkal komplexebb és sokkal nehezebb. És mondom, hamis önképeket üldöztök folyamatosan. Tehát, hogy az a fajta csapda, tényleg, amiben tisztelcítek magatokat, ezekkel a jó, mondjuk mindig 21. századi kigyúrt, sportolt, agyon celebeskedő nőkkel, akik aztán mindenek csak nem minták, és most nem a Lilulról beszélek, mert gyereket nevel dolgozik, hanem azon celebekről, akik azért mindenhol szerepelnek, és 5 percig a saját anyjukat eladják, hogy tényleg mindenhonnan posztoljanak egy képet, de a munkát valójában a fizikai értelmében egyébként nem ismerik. Szóval úgy azért nagyon könnyű. Magyarok, hogy férfi nagyon lenni könnyű. Sem hálás mindig érted, hosszú éveken keresztül töki, úgy eztán kidobják a bizonyítást. Látod? Ennyi, micsoda harcol. Csendes kisiparosként. Mesztelen fotót fogunk csinálni. Szolgálod a nőket, erre kidobják a diplomamunkádat, a rohadt életbe. Szóval milyen világ ez, ugye töki, milyen világ ez? Egy lezárásképp visszaugorhatnánk még az elejére az emelős részhez. És van benne egy termék, mint azt megkaphatom. Nektek szerintem a legfontosabb feladatok, hogy önmagatok képét rendbe tenni mindenféle külső benyomás nélkül, és azon dolgozni, hogy külső ingerek nélkül megtaláljátok az önértékelést. Szerintem ez a legfontosabb nektek nőknek, hogy nem azt mondani, hogy szorongani, hogy jön a fürdőruha szezon, izgulni azon, hogy nem voltatok még edzeni, meg nem tudom, hanem ha kedved van, és edzel, úgy érzed jól magad, ha kicsit gömbölyű vagy, megengeded magadnak, ha felszedtél 2 kilót, nem haragszol magadra, tudod? De ez a legfontosabb meló szerintem nektek. Ezt mondja, na, hát de ugyanezeket mondja. Szerintem egyébként tök igaza van, hogyha ilyen vagy így, ha olyan vagy úgy, a lényeg az, hogy amikor belenézel a tükörbe, akkor ki tud mondani azt, hogy szereted magad, mert az önult állattal viszont annyi minden elindul, hogy abban aztán már a házasságod is tönkre megy.
az önutálat az nektek a legnagyobb ellenfegyveretek szerintem, vagy az önmérgezésetek nőknek egyébként. Egy nő nem szereti magát, akkor azzal minden meg van mérgezve. Ó, és ahhoz kell a pasi is nyilván. De nem külső állapot az, ami megteremti az önszeretetet, érted? Nektek azon belülről kedvelő, nem akarok nagyon mélyre menni, de minden nőnek saját magából kell az önképet összetenni, aztán jön-e pasi és rásegít. Az egy fontos dolog, hogy a pali ezen rásegítsen. De a pali azt mondja, hogy ez nem nézel ki jól, nem szabad összeomlani. De ez a meló, érted, mondom, amit mondok? Értem, hogy mit mondasz. Visszakanyarodva egy pillanatra, hogy tök jól sült el ez az egész kampány. Hát még fél órája róla beszélünk, róla gyerekek. Hát, de a szerkesztőségben így mondják a pár, hogy köszönjük! Három napja ezzel van tele az internet. És hát jó, van egy pontodik, amely megveszed a Janina. Megveszed a lapot, és nyilván nem csak azt az egy gondolatot fogod elolvasni a Lilutól, hanem tovább lapozol, és elolvasod a többit is, és mindannyiuknak a gondolata értékes. Tehát, hogy így aztán eljut egy csomó helyre ez a fajta értékes gondolat, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Úgyhogy szerintem a Lilu köszönje meg a magazin is köszönje meg Kormos Anettnak a kiakadást. Nem, mi köszönjük neked, hogy ezt behoztad. Igen, ezt három pali nem hozta volna, mert nem szép. Júli, egy hét múlva. Puszi neked. Tudjátok, hol megyek holnap? Hallod? Hasad be mellett ki. Csak annyit, tudjátok, hol megyek holnap? Hova? Szexi szerdára. Szexi szerda. Na, szép lezárása, harcoljunk a feminizmusért. Én nem vagyok, tehát én ne, nagyon sok minden vagyok, de nem feminista. De én holnap szexi szerdára. És elmondod majd a jövétel? Persze. A saját neveden? Mi? Vagy az álneveden, Bizsún. Sziasztok, Bizsú vagy. Azért mész, hogy jövő héten elmondj majd valamit, megint kipróbálsz valamit? Aha. Na, jövő héten meghallgatjuk. Jó, már most felhívjuk az NMH figyelmét arra, hogy a teljes szövegkörnyezetet hallgassa meg majd jövő héten is. Természetesen többféle adat rögzítőre rögzítsétek. Nem korrekt csak kikapni a beszélgetésből néhány mondatot, de a NMH az egész beszélgetést tessék majd meghallani. Meghallgatni. Mi pedig jövünk már is a játékkal. Puszi, Júli, köszönjük szépen. Ciao, ciao. Ennyi. Na, jó. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ki az, aki neki fut? Henny vagyok, sziasztok! Szia, Henny! Hello, Henny! Hello! Henny, honnan hívtál minket? Pusztamonostorról telefonáltam. Pusztamonostorról? És mit csinálsz ott, mit dolgozol? Nem itt dolgozom, én csak ártatlanul bejöttem reggelizni, és a kutasok itt rávettek, hogy játszak velük egyet. És veletek. Ehhez nekünk mi köszönjük? Ha igen, ártatlanul bejöttem reggel, és a kutasok rávették, hogy játsszák, csak aztán fölhívtatok. El csak humorizálunk. Jól van, szóval a kutasok tartottak a kúton, hogy maradj ott, és játsszál. Így van, és életem az áldozat, aki egyébként is olyan zavarba jövős. Nem vagy te olyan, Henny, nem vagy te olyan. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát közepes, egy picit, egy árnyalatilag nehezebbek, mint tegnap voltak. Na, akkor a könnyűket, én szűkenő vagyok. Uh-huh. Na, ennyit a feminizmusról. Dolgozunk az, hogy fölemeljünk menneteket, érted? Jön egy nő, és azt mondja, szőkenő vagyunk. Nem baj, figyelj ide, tudni fogod. Így szól az első kérdés. Melyik amerikai rapper kapott meghívást az erdélyi Maros Bogátra? Hát ezzel mi is sokat foglalkoztunk. Igen. Amerikai rapper. Aha. Amerikai rapper és Maros Bogát. Úgy van, úgy van. Mi már kétszer is beszéltünk ilyen Maros Bogát polgármesterével az ügyjel kapcsolatban. Na, menjünk tovább? Igen, még egyet legalább. Ezt régen Biki is mondta nekem. Ami nekem is jól esik, így folytatja. Amikor már végre velem is foglalkozott. Azt mondja, hogy melyik filmben játszott együtt Mel Gibson, Harrison Ford és Arnold Schwarzenegger? Ezt tudnom kell, mert párom nagyon nagy filmes, és mindig az ilyeneket belém súlykolja. Uh-huh. Csak ez egy jó pillanat. Csak mondd a címet. Hát ennyit már az elsőnél is nagyon sokat vártunk. Ez a Feláldozhatók. Feláldozhatók 3 egészen pontosan, de elfogadtuk onnan, csak annyit mondasz, hogy Feláldozhatók. Igen. Pedig már pont mondtam volna. Feláldozhatók ez lett volna. Na mindegy. Legközelebb, jó? Bizony. Rendben, köszönöm. Jó, de azért facsarják ki a kutasokból, amiért rávettek a játékra. Valami. Egy ingyenes szélvédő mosás, meg egy olajszintmérés. Igen, reggeli olajmérés, minden legyen. Puszi, köszönjük. Én is köszönöm. Hello. Ciao. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A bátor kutasok mi? Igen, a bátor kutasok, akik bevettek a játékot. Nézzük közben a CNN képeit, nagyon sokan kérdezitek, hogy mi a helyzet Brüsszelben. Hát egyelőre azt látom, hogy igen, sok halott, 10 halott, 30 sebesült. Jézus jelen Mária. Pillanatban így állunk, de hát még itt
Hát reméljük, hogy több halott már nem lesz. Igen, reméljük, hogy több halott nem lesz. Ugyanazokat a képeket mutatják egyelőre. Hát hallani nem halljuk, hogy mit mondanak, mert füles van rajtunk, de a képek alapján ugyanazokat látjuk, és hát sokan, nagyon sok a sebesült. Nagyon sok a sebesült. Ugye, ha valaki nem tudja, akkor robbantás történt a brüsszeli reptéren. Igen. És azt mondják, hogy hát valószínűleg az iszlám állam. Ha esetleg van olyan hallgatónk, vagy esetleg valamelyik hallgatónknak rokona, aki a közelben volt, és esetleg olyan információkkal is szolgálhat, amiket eddig jelenleg még nem tudunk, vagy nem tud a hírszolgálatunk, akkor az jelentkezően nyugodtan írjon nekünk, vagy küldjön SMS-t. Így van, akkor gyorsan visszhívjuk. Az már biztos, hogy a Brüsszelbe tartó gépeket visszafordítják. Aha. Tehát akinek most megy majd a gépe, az készüljön arra, hogy nem is tud elrepülni. 3:40 lesz pontosan 7 perc múlva. Egy picit vidámabb témával folytatjuk. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. A hallgatóink folyamatosan küldik nekünk a híreket. Most már azt halljuk, hogy Ákos is mondta, hogy már a metróban is robbantás történt. Ráadásul már az EU-negyed részénél Brüsszelben 10 vagy 11 halott, 30 sebesült. Igen, Orsi jött Belgiumból. Köszönjük szépen. Azt látom, hogy két különböző metróvonalon is talán, és a reptéren is, tehát valószínűleg megint egy összehangolt támadássorozatról van szó. Nagy reptéri robbantás, és még külön két metróvonalon is. Egy jó hír, akik reggel udaztak Budapestről Brüsszelbe, nem is engedték meg kiszállni őket, tehát mindenki jól van. Ezt azoknak mondom, akiknek a ma reggeli brüsszeli járaton volt ismerőse, rokona, barátja, mindenki jól van, nem is engedték őket kiszállni. Gépen maradtak. Igen, tehát leszállt a gép, akkor megtörtént a robbanás, és már kicsit szállhattak. Aha. Tehát mindenki jól van a magyar utasok. Hát, nagyon kemény ez, és ez csak egyre durvább lesz. És nincs is nagyon megoldás. Tudod, mi a legnagyobb ránkfénéje ennek, hogy az, tehát ez nem egy olyan, mint a második világháború, amikor valaki leteszi a fegyvert, itt egy eszme, egy hitrendszer ellen, amit sosem tudsz elpusztítani. Tehát ez már másról szól. Te ezt nem tudod kiírtani, nem tud elpusztítani, nem? Több ezer kis sejt van, hát nem is egy hadsereg ellen. Van, és egy hit, támadni. Egy eszmerendszer ellen egyszerűen nem lehet mit csinálni. Hát és amivel szemben csak szörnyebb lesz. Többé-kevésbé azt látjuk, hogy a hatóságok tehetetlenek. Tehát itt van ez a Salah Abdeslam, gyakorlatilag egy új hálózatot tudott a párizsi merényletokat szervezni. Igen. Nyilván köze van. Belgiumban. Ehhez valószínűleg nyilván köze van, igen, de beperelte az államügyi ezt, hogy be akarja, de pereskedni akar. Igen. És hogy milyen ez a jogrendszer? Csak éppen nem ment sehova. 130 embert megölsz, és az első mondat az, hogy de perelek. Így van. Perelek, nem? Hát erről beszéltünk már, elképesztő. Elképesztő. Ehhez nyilván köze van, hát ez ki fog derülni nem sokára. Mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Próbálunk azért mi itt egy picit vidámkodni. Vendégeink voltak kora reggel, egészen extrém dolgot csinálnak ők, magas hegyi búvárok, felmennek az Andok csúcsai közé, 6400 méter magasra, és merülnek, és arról beszélgettünk, hogy miért csinálják. Igazából a miért nem kaptunk egyértelmű választ, de talán ilyen extrém sportoknál igen, már nincs is magáért azért, hogy ott legyél és átélt. Próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ebben a jó, és miért csinálják. Érdekes dolgokat mondtak. Igen, Nagy Patricia és Tosoki Ernő voltak a vendégeink, 100 kg-nyi felszerelést cipelnek fel 6000 méter fölé, hogy azt nem merüljenek 10 percet. Hát nem, Patricia cipel. Ez igen, a beszélgetésben ez is kiderült, hogy ez egy kiváló cságáncsozó Patricia az, aki felcipel minden. És tegnap ugye bocséknál nyertünk egy vízforralót, ma pedig elindítottunk egy abszolút tudományos akciót. Most tegnap nyertünk egy vízforralót. Ma pedig parkolási lehetőséget Kalocsán. Elindítottunk egy nagyon érdekes számunkra, legalábbis reméljük, hogy a hallgatók számára is érdekes, nagyon tudományos társadalmi kísérletet, miszerint egy reggeli rádió műsorkészítői be tudnak-e kerülni egy másik reggeli rádió műsorba, és tudnak-e ott ajándékot nyerni. Ezt a kísérletet egyébként holnap folytatjuk. Hát mondhatni azért nem mindenhol jártunk sikerre. Igen, majd holnap végén robancsolunk, olyanok leszünk, mint egy szarka, akit így a fészkében rajta kaptak, itt nézegetünk jobbra-balra, és tele van mindenre fölöttünk a fészek. Itt egy kis vízforraló, egy kalocsai parkolás, itt néhány koronás kesztyű, ez igen, az. Mindenhol, vagy hát legalábbis majdnem mindenhol ránk tették a telefont, és voltak egyéb érdekes tapasztalataink is, ezt most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Aki talán nem hallotta végét, nem sikerült. Nem jutottunk be. Hát ide nem. Gyerekek, háromat próbálkoztunk ma reggel, és egyszer bent voltunk, de áramszünet lett, aztán bent voltunk újra, de kiderült, hogy ott nem vagyunk élőben, csak beszélgetett velünk a műsorvezető adáson kívül, egyszer nem jutottunk el, és egyszer bejutottunk, de egyelőre nem állunk túl jól.
kísérletünket viszont holnap folytatjuk. Kalocsa, Korona Rádió, messze magasan a legjobbak egyelőre. Nagyon helyesek és aranyosak voltok, ott simán bejutottunk. Így van. A műsorvezető vette fel, és 40 másodperc adásban volt. Nagyon jó arcok voltak. Csaba egyébként már jelezte nekünk, hogy sajnos el vannak adva azok a percek, 8,5 percet kifizetett már a szponzor, tehát neki addig szilofonoznia kell, ha tetszik, ha nem. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Engem is hívott valamelyik nap a Feri, de nem tettem adásba. Igen. Ugye? Holnap nem is volt rá igény. Holnap tovább zaklatjuk a reggeli rádió műsor készítőket. A rádiókat megpróbálom egy-két helyre bekerülni. Mindenhol készülnek, hidd el, hogy igen? Hát biztos. Tehát holnap reggel minden biztos, hogy fogják küldtek, ez lett van. Balázsék a Morning Show-ban, Marika, nem te hírben a... Tetszék fölvenni, adást mondani, Station Boys-t, másodpercenként bemondani a frekvenciát. Beadol a Rimsky Korszakovot, és azt hallgathatja 8 percen köztül, aztán pedig leteszitek. Jó, ennyi. Jó, különben, ki vagy rúgva. Hívjuk a nap hallgatóját. Figyelj, felveszi. Jámbor Csaba, tessék. Őt hívtátok? Tényleg? Hallgatni tudott? Nem. Jó, nem. Helyes volt, amit írt. Ugye beszéltünk a Debreceni Rádióval is, ahol tojáskereső játékban akartunk részt venni, hát ha nyerünk valamit, mert hogy ők valahol Debrecenben eldugtak egy tojást. És azt kellett volna nekünk megtalálni, csak aztán áramszünet lett a rádióba, és onnan is kivágtak bennünket. Mondjuk a Willi nem rakott minket adásban, csak... Igen, Willivel adáson kívül beszélgetünk. Írta nekünk Timi, aki a nap hallgatója, hogy szerintem vicceljük meg a tojáskeresőket, dugjunk el még vagy 100 tojást Willieknek Debrecenbe. Timi lett ezzel a nap hallgatója, csak hát nem vette fel, úgyhogy nincs ajándékcsomag. Na, holnap folytatjuk? Megyünk tovább, nem? Hát, vannak már. Meg az ajándékok, gyere, szóval kevés van. Még van egy parkolóórája, Jani, van egy közös ajándékcsomagunk. Így van, egy közös vízforralunk, azért erre még lehet húzni valamit. Még ezt a hetet megtolhatjuk, így van. Meg hát maga a kísérlet tényleg, hogy a reggeli rádió műsorként be tudunk-e kerülni egy másik rádió reggeli műsorába. Csabikám, milyen zenei lesznek? Remek zenék? Igazi trollok vagytok. És hallottam, hogy nagyon jó kis korábbi klasszikusokat nyomtatok, úgyhogy most egy újat fogok hozni nektek. Már ezt már hallhattátok, Avicii-nek az újabb ilyen country-s dalát hozom, ami azért érdekes, mert ugye ez már a második, ami elkalandozzik a country világába, és ugye érdekes, hogy egy svéd fiatalembernek mi köze a countryhoz. És tegnap kiderült, ugyanis felrakta a Facebook oldalára a turné dátumait, és április végétől két hónapon keresztül minden hétvégén más-más Las Vegas-i klubban fog játszani. Hát innen fúj a szél. Aztán megy majd értelmszerűen a fesztiválokra. És ha Dél-Afrikába lépne fel, akkor vuvuzellás számokat csinálna? Hát az is lehet, hogyha csinálna vuvuzellás dalokat, akkor meghívnák Dél-Afrikába. Meghallgatjuk, valaki írta még nagyon helyes SMS, Csabi Donkey Kongozott. Emlékeztek arra a karciátékra? Mi volt? Egy Donkey Kong majommal kellett ilyen leveleken, nem tudom mit ugrálni, meg összeszedni. A gorilla gurítgatta le a hordókat, igen. És te meg mentél fel ilyen rámpákon, és át kellett ugrani, és felérni. És ő aztán talán egy csajt kiszabadítani a fogságból. Tényleg, Donkey Kong, de jó is volt. 2 perc van a 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek tőled adat kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország